számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után pontosan 15 perccel itt vagyunk, péntek van, a hét utolsó napja. Hello Feri, hello Jani, hello mindenkinek. Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk újra, és zárjuk a hetet. Zárjuk a hetet egy jó kis péntekkel. Meg egy kis nulla fokkal. Azon leszünk, hogy jó legyen. Igen, én ma garázsból indultam, de ennek ellenére éreztem, amikor kiszálltam itt az autóból, hogy csipős, gyerekek. Csipős, de legalább nem mondanak a hétvégén elsőt, úgyhogy ha esetleg jó. Valaki kinti programot tervez, vagy bármilyen szintű utazgatást, vagy kerti munkát, mondjuk a kertben nem tudom, mit lehet csinálni nulla fokba egyébként, azon kívül, hogy nem tudom, én kopogtatod a cipőt sarkán. Hát sok minden nem, én valamikor megpróbáltam focizni a gyerekkel a kertbe, de annyira fel volt ázva, hogy egy ilyen dagonyába. Ráfagyott a labda a gyerek lábára. Egy ilyen dagonyába mentünk át, és nem volt túl sikeres, tehát itt kiraktunk 4 darab papucsot kapunak, és akkor ott ennyire klasszik. Úristen, de jók voltak ezek régi. A ledobott póló volt. Az volt a kapu. Mindig megfogadom, hogy veszek a kertbe két ilyen kis kaput, amit Decathlonba lehet kapni, hogy mit bárhol, milyen sport áruházban, tök mindegy, és nem elfelejtem mindig. Jó, hozza a papucsot, Benny megy be, hozza a papucsot, lerakja, ővét mindig sokkal kisebbre, mint az enyémet. Már végén a foci már csak fél méteres a kapuja, tudod, az enyém egyre nagyobb van. Benny, miért rúgdalod a papucsot? De olyan sár volt, és olyan víz, hogy egyszerűen föladtuk. Tehát, hogy még azért nem, kicsit korán éreztük azt, hogy éppen jó, hogy itt a tavasz, menjünk futballozni. De rohadt hideg van. A gyereket derékig elnyelte a sár és a mocsár, úgyhogy nem voltunk. Meg gumicsizmában nem tudsz olyan pontosan célozni. Az meg a másik, igen, hogy úgy néztünk ki, hogy nem tartott sokáig a futball, de hát csak megjön most már tavasz tényleg, hát most már február van, úgyhogy még egy komoly beindulás valószínű lesz, és akkor utána most már azért március, április, az már valamikor jó, nem? Jó, március már lehet jó. 15-e már valamikor jó idő szokott lenni. Én egyiket imádom márciust. Március, április, ez amikor tényleg, amikor így már tényleg ott van a remény, hogy egyszer tavasz is lesz. Vagy egyszer jó idő lesz, igen. Csak az a rohadt szél. Jó lesz ez, nem lesz ez. Egy apróság mellett elmentünk. Na. Mi van a garázzsal? Hát megcsináltattad, rendes ember lettél, azt mondtad, bent álltál. De valamiért most nem tudom. Nem ja, csak azt hittem. Nem aludtál el tegnap. Tessék? Igen, későn értem, az már. Egyébként tényleg későn értünk haza, mert ugye együtt mulattuk a napot Jánossal egész nap. Mulattuk a napot. Mulattuk is, szolgáltuk a népet. Mulattatok és mulattatok. Jó volt. Tehát ugye szolgáltuk a népet. Igen. Szombat estét forgattunk, hello. És hát elég jó leosztás volt. Nagyon jó emberekkel, nagyon jó arcokkal tudtunk megint forgatni, úgyhogy általában voltak benne síros, röhögös pillanatok is, elég sok. Úgyhogy szerintem ezek jó adások lesznek. Hát volt egy-két imádnivaló arc, aki még most mondani, hogy nyugodtan, persze. Csonka pici. Gyertek átban, hogy ki lesz majd. Úristen, Csonka annyira egy imádni való, egy olyan szeretetét méltó, de hát széles céltábla, de hogy egyébként annyira imádni való cuki ember, hát sírtunk rajta. Nagyon kapott. Kapott, de ugyanakkor meg ő egy ilyen nemes vad. Tehát, hogy tényleg jó állja is, meg igyekszik ugye visszaadogatni is, de egy ilyen szerethető ember, imádni való tényleg, tehát, hogy annyira jó volt, hogy ott volt. Nagyon jó arc volt, hát voltak ott ugye más paraméterek miatt imádni való, Molnár Andi, vagy aha, kis Rami, vagy értem. Ilyesmi, tehát, hogy azért, igen, hát nekünk már csak ez maradt, ugye. A látvány, igen. Ennyi a látvány. Kicsit közelebb ültél a pamlagon. Ennyi maradt. Egy jó istenes Bence. Ő is kapott azért rendesen, úgyhogy igen, tegnap forgattunk két adást, ma is forgattunk, úgyhogy van meló. Muszáj szolgálni, szórakoztatni a népet. Aztán bejön az öltözőbe, és azt mondja, hogy egy csapatban leszünk. Nem baj. Hát, jó van, akkor ezt is hozzá tetszett. Ez Bence volt? Igen. Jó, de hát ő is imád arcoskodni, jó fej volt, tehát nem volt egy semmi. Csapatban leszünk, nem baj. Megoldom. Jó, működött nagyon jó. A dolog, de hát azért el tudja ereszteni magát az ember, amikor, ahogy Balázs amikor leér a peskő, igen. Tehát, hogy így utalag, így én is hogy hazafelé mellett, így a takerben így ültem, és így arra gondoltam, hogy na, jó, akkor össze kell írnom, hogy mi az, ami ne kerüljön adásban majd azokból a gondolatokból, amiket megosztottam ott a közönséggel. Mi az, ami túl sok volt? Igen. Állatok lehet inni? Nálunk masszív vitatás van. Igen, hát ez egy masszív vitatás. Ez rendes műsor akkor. Tiltani szokták, nehogy a szereplők túlélnek a célon. Volt itt már olyan, hogy volt, aki már viszonylag nehezen tudott megszólalni már annyira.
annyira sikerült, igen, feltunkolnia magát Mr. Szivacsna. Igen, itatjuk a népet rendesen. Közönség is kap, sztárok is. Hát, mire oda beérnek, addigra pont olyan állapotban legyenek, hogy jól érezzék magukat, de már nekem is hiányzott egyébként ez a műsor. Azt hittem az ívás. Ittam is. Én eszem egy kis patogot, kukoricát, arra iszom, arra megint eszem, megrészem, ami a végére én is meg. Sósra, édeset, sósat. Megállakulok a végére. Nagyon jó patogat kukoricával mindig úgy csináljuk, hogy így a frisset rászorják a tetejére a régnek, és megfordítják, tudod. Hogy mindig a, friss legyen. Igen, hogy alulban mindig a friss felől meg a pici cíkattap. Igen. Úgyhogy lehet majd. Lesz majd. Jó, lesz. Lesz majd adás, de hát ez csak majd. Csak később. Jó, ha már tévézünk. Na, mi van még a tévében? Képzeljétek el, na, hogy a Szulejmán című nagy sikerű sorozat, hát, ami nálatok megy, te figyelj, annak van folytatása. Ezt én most tudtam meg, hogy majd ezek sok részből áll még, ugye ez megy nálatok, és öldöklő harc folyt a kereskedelmi televízió között, hogy kiszerzi meg a Szulejmán 2-t. Tehát a Szulejmán halála utáni részeket, ami nem tudom milyen... Ahol mi még nem tartunk, így van, tehát ugye nálatok az RTL-en megy most még a rendes Szulejmán, de már előre gondolkodtak a televízió. Mi lesz a folytatása? És hát ugye a TV2 szerezte meg a folytatást. Tényleg? Igen, és már megy a nyilatkozat, háború, most torszt az újságokban, hogy ez a Hürrem szultána utáni időkről szól, nem tudom, Güllem vagy Nyüllem, valakiről szól, és hát, hogy ugyanúgy megy majd az intrika, és ez is ugyanolyan jó lesz, tehát annak idején ezt beszéltük, hogy azt annak idején már beszéltük, ugye, hogy egy olyan sorozat, aminek kvázi tudod a végét. Igen, ugye? Igen. Hogy az miért érdekes, de egyébként meg nagyon sokan imádják, nincs is ezzel baj, de hogy ez a török televíziós sorozat gyártás pedig rájött, hogy gyerekek, erről húzzunk már le még egy bört. És legyen a Szulejmán előzmény, a Szulejmán után, a Szulejmán unokái. Igen. Ha aki sosem látta Szulejmán címit, 26 részes. Szulejmán után 120 évben. Szulejmán vissza a jövőbe, vissza a múltba. Azt látom, hogy büszkék vagyunk rá, hogy hosszú hónapok tárgyalás után a TV2 csoport szerezte meg a legújabb török sikeres sorozat jogait. Mondja a TV2. RTL. Az RTL klubon futó népszerű Szulejmán török sorozat összes részének sugárzási joga 2013 óta nálunk van. A rajongók megnyugodhatnak, hogy már a megszokott csatornán láthatják a folytatást is. Tehát akkor ez most mi? Akkor mi van? Hol lesz a Szulejmán? Igen. Ki adja a Szulejmán 2? A Szulejmán biztos, hogy RTL. Tehát, hogy amíg ez van, amíg a nagy Szulejmán meg nem halik, addig ez RTL-es lesz. És lehet, hogy egyszerre indul el, hogy az egyik helyen haldoklik, a másik helyen viszont már meghalt, és már megy az utolsorozat? Hú, itt most nagy öldöklés megy. De hogy ebből tényleg így most így presztizsálnak. A TV2 csoport nagyon büszke arra, hogy hosszú lapok tárgyalási sorozatával sikerült nagyon csúnyán alávágni az RTL klubnál. Nem, hogy ez most... De ez most a TV2, de egyébként ez most a TV2 csinálja, de nem értem, hogy miért. Tehát, hogy bejelentenek olyan műsorokat, amiről tudják, hogy az RTL el akarja indítani, nem akarják egy igazából valóban elindítani, úgy csinálni, mint a náluk lenne. Ebbe érdemes, tehát, hogy melót fetszölnek. Ők most ebben elég komoly melót fetszölnek, igen. Na mindegy. Érdekes, és akkor ezek szerint ez nem is az igazi folytatás, mert hogy az igazi folytatás az RTL-nél lesz, TV2-nél meg mit csináltak? Belelapoztak egy képes történelem sorozatba, és látták, hogy időrendi sorrendben az utána jön már Szulejmán után. Nem, valaki kapott egy vízeri jegyet Isztambulba, és rájött, hogy Törökország még létezik, tehát nagyon jó. Nem, az eredeti Szulejmán az marad az RTL, az új Szulejmán így van. Az Ahmed című sorozat. Nem tudom, hogy fogják hívni a címszereplőt, de hát nagyon röhögtem rajta. Hát, basszus. Megjött a kis sütikém. Gondos kollégáját, ennyi év után is. Akkor az ember a feleségével dolgozik. Sütit kap, teát kap. Ugye? De jó. Fújd meg szépen, hogy megégesse a kis torkodat. Ilyen finom kis torkodat. Ahogy szereted? Kérdek sütit? Nem? Nem. Igazi házi Rákóczi túros. Házi. Ez ma féle? Anyósom csinálta. Ja? Igazi. Tényleg? Igazi? Mama féle? Mama. Mumma. Igen, csinált, és nagyon jót csinált egyébként. Tényleg nagyon finom. Ügyes. Nagyon. Pepecselt vele. Elpepecselt vele, mamma. Csinált egy jó kis Rákóczi túrost. Na jól van, ébredezünk akkor szépen lassacskán. Jó? Közben gyorsan mit írnak a hallgatók, nézzük meg, nem vagytok ám elfelejtve.
Jó. Itt van egy-két kérdés, amire válaszolunk majd a pénteki rovatunkban. Itt valaki már elküldte, hogy ez a Blödség Balázs a házaddal kapcsolatban hülye cikk keverek, hogy botrányt kavart a luxusházad. Ez egy lájkvadász oldalán. Ez abszolút én is megnéztem. Úgy akarják eladni, mintha az én házam lenne, ráadásul belülről mutatnak fotókat, hogy itt lakom, ez a fürdőkádam, semmi nem igaz. És mutatod így márvány, gipscsukkokkal, meg nem tudom, és az én házam ekkora botrányt kavart, meg nem tudom, ez a tipikus lájkvadászat, hogy meghaltam rákban, halálkikkel, olvashatod a folytatást. Tehát ezzel nem kell foglalkozni. Ja, már hogy már megy az örökség, vagy az örökösök között a harc, hogy kikapja meg ezt a gyönyörű házat, amiben belülről minden tiszta már, hiszen már elhunytál. Már elhunytam, aha. És ami kék korlát előtt állok, azt mondtam a Vikivel, ami nem otthon vagyunk, tehát ez egész egy nagyon nagy erdő. És egy másik ház van. Egy másik ház, és aha. Egy másik ház van belülről, így van, és lefotózza, hogy ez a szoba, ez a nagy szoba, ez a konyha, és valamilyen cikk van. Cikk van még aláírva, hogy milyen botrányt kavartunk. Pont édes anyám hívott tegnap, hogy... Elköltöztetek! Ő nem erre emlékszik. Igen. Ő nem erre emlékszik, mi történt. Ennyi év után felneveltelek, azt meg se hívsz az új házba. Úgyhogy igen, én is láttam, de nem. Az én házam nem kavar botrányt, és nem semmilyen nincsen. Tehát ez like van ezt oldal. Kösem lesz az új sorozat főszereplője. Kösem. Kösem. Igen. Aha. Szóval a Szulajmán végül meghal. Köszi a spoilert, Feri. Arra, az a durva, hogy smiley nélkül küldte, tehát sok felkeltő jellel, tehát lehet, hogy történelem órán azért ő. Bocs, igen. Tehát ez olyan, amikor beülsz a Titanicra, és az elém mondott, hogy bárcsak ne süllyedne el a szomszéd, meg nem mondnál a végét a rohadt életben, nem? Ugye? Tehát, de szemét vagy, hogy elmondtad a Titanic végét, tehát ez körülbelül olyan. Nem volt mögött a smiley jel, ő elképzelhető, ő nem tudta, hogy meghal a Szulajmán. Hát bocs, ne haragudj. Létezik? Olyan tudta? Hát, igen. Előfordulhat. Igen. Az iskolában nem népszerű annyira ez a sorozat, amikor az iskolapadban ülve kell tanulnod róla, de így tévén keresztül persze. Igen. Bali azért állt be a garázsba, mert nem volt a közelben vödör. Üzd teljes. Igen, hogy ne házom be a kocsival. Valóban így van. Focizni a gyerekkel, mi húzzál a téglagyárba pár évet, majd megtudod azt. Jó, hazaértünk is. Tényleg igen. De Smiley elküldte a kommentes ismétlésre, gondolom, mert tegnap voltunk. Igen. Kaptunk egyébként még nem fél komoly, meg vicces formában SMS-eket, kaptunk még 10 előtt, még valaki ugye ezt így elküldte. Igen, jöttek jók. Na mutatjuk, mivel foglalkoztunk. Tegnap egy röpke ismétlés erejéig Rubin Trékával Skype kapcsolatba kerültünk, mert állítólag ő már online órákat is csinál, és kipróbáltuk Ferin ezt az online órát, hogy lehetne egy kicsit tornázni. Nem volt egyszerű Rékát megtalálni Skype-én, de megtaláltuk végül. Igen. Egészen fura módon. Leteszteltük, hogy ő az-e valójában, majd amikor ő volt, azt fölhívtuk. Uh-huh. Igen, és ha megtalálod Rékát, akkor megtalálod Noibit is, és megtalálod Hácsit is. Ők mindig mindenhol együtt vannak. Hácsit függőnek. Igen. Sober családot felébresztettük tegnap reggel. A Sober csomagot. Úgyhogy ezt megmutatjuk, közben mondjuk, hogy lehet jelentkezni játékra, hallgassátok meg az ismétlést, aztán a híreket, mi pedig jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Drága hallgatóink, itt vagyunk, és megnézzük, hogy ki a hét utolsó játékosa, és hogy is állunk pontosan? 2-2. 2-2? Na, hát én azt szeretem, ha szorongatnak bennünket. Az én bírom, ha jó a játékos. Jó lesz ez. Na, megnézzük, kivel játszunk ma reggel. Nyomom. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Hello, jó reggel. Hello, jó reggelt. Hello, Barbie, hello. Honnan hívtál minket, Barbie? Én Pécsről. Pécsről, de jó. Nagyon jó. Szeretjük. Szeretjük Pécset. És mivel foglalkozol? Én tanuló vagyok. Tanulsz? Itt Pécsen, igen. Na, minden más megtudunk rólad a játékban. Jó, kivel játszanál? Janival, jó. Legyél bátor, ne legyél ilyen kis megszepent. 2-2 van, ez most rajtad múlik, és akár a hetet is beúszhatjátok. Úgyhogy... A hallgatók első hét győzelme lenne. Igen, az első hetet. Hármat eddig mi vittünk. Ebben az évben? A betyárját. Igen. Hát akkor tedd oda magad. Ha nem is próbálod meg Janit rávenni, hogy mondja ki, csak bírd ki az egy percet, úgyhogy nem mondod ki, és már megvagytok, jó? Igen, igyekszem, rendben. 3-2-1, tessék. Jaj, Barbie, hallottad, hogy én vagyok a legfáradtabb, azért akartál játszani velem, vagy azért akarsz játszani? Hát azért akartam veled játszani, mert szereted az édességeket, én pedig hobbi cukrász vagyok. Tényleg?
Valóban. Na, jó, mi a specialitásod? Hát én főleg tortákat szeretek készíteni. Tortákat? Elsősorban díszíteni. Megrendelésre is csinálsz? Hát olyan még nem volt. Háj, de kár érte! Háj, de kár! Jani így kivégezett. Aztán Istenem. Szép a Jani! Köszönöm szépen! Ajajajajaj. Hát sajnálom. Barmi, nem volt szerencsét. Pedig egészen jól indult, aztán egy a 25. másodperc környéken. Elszálltak pedig a remények. Lett volna, miről beszélgetünk. Igen. Az édességekről. Mennyi közös téma. Oh. Barmi, puszi, jó hétvégét. Köszi szépen, sziasztok. Ciao, hello. Na. Szép volt, Jani, 3-2, ez a miénk, a negyedik. Nem adunk semmit. Se kegyelmet, se könyörületet, se győzelmet. Semmit nem adunk. 6 perc a pontosan 7 óra a legfrissebb hírek után. Már itt is vagyunk. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. Az utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. A rádió. 7 óra után vagyunk, 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk és folytatjuk. A 4-es főúton Szolnoknál a Szent István Tisza hídon a dilettáció egy darabja 30 cm magasan kiáll az útból. A szanda felől érkezők figyeljenek. Atyaisten. Arra rászaladsz. Az nagyon csúnya, igen. Azt mondja, hogy gyarmaton trafi a pápa felé haladókat mérik egy Oktáviából megbújva a bokrok között. Ezt Csabi küldte nekünk. Frontális baleset van a 17. kerületben, Rákoshegyen a Baros utca és a Sugárút kereszteződésben. Valamint Jászberényben a Molk után mérik a kifelé menőket. Nagypeterde mérik a Pécsről érkezőket, és igazoltatnak is Albertésre és Ceglét között. Hetek óta napi 24 órában egy rendőrségi kisbusz áll, ami valószínű Trafipax, ezt Ali küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, egy-két mondat a valentinnapi játékunkról, mert hogy hát nagyon-nagyon jól állunk, és rengetegen jelentkeznek. Elmondom a pasi hallgatóinak, hogy hihetetlenül sok csaj jelentkezett egyébként, és várjuk még pasik jelentkezését, mert abból van talán egy kicsit kevesebb, akik elég bátrak, és elmernének vinni valakit egy hosszú hétvégére. Ugye miről szól a dolog? Arról szól, hogy hát vannak hallgatóink, akik ugye szinglik, és szeretnének egyfajta kalandban részt venni. A kaland arról szól, hogy elmész valakivel jövő héten pénteken, és hát eltöltesz 3 napot valakivel, akit nem ismersz, csak éteren keresztül hallottad a hangját, egy fantasztikus hívízi luxusszállodában. Így van, nagy tutiba hát, mentek. A nagy tutiba mentek, így van. És én folyamatosan csekkolom a képeket, és a hölgyek, én úgy látom a fotók alapján, legalábbis én arra következtettem, az a hihetetlen rutin és gyakorlatilag, amivel ezen a téren is fel vagyok vértezve, hogy benne vannak a kalandozásban. Benne vannak a kalandban a hölgyek, így van, nagyon szeretjük ezt a játékot, és azon túl, hogy az ember nyer egy hosszú hétvégét ebben a hévízi szállodában, ahol külön gyertyafényes vacsorával készülnek majd a szerelmeseknek, a valentinapi extrákat is élvezhetik, koktélt a bárban, édes meglepetést a szobában, éjszakai gyertyafényes fürdőzést, a szálloda wellness részlet, tehát minden lesz. Azon kívül még kapnak 100 000 forint értékű ékszert is egyébként, elképesztő. És nem kell egy gyűrűt venni. Nem kell egymásra költeni. És autót is biztosítunk a nyerteseknek a hétvégére. Egy autókölcsönző cégnek az autójával ők pénteken lemennek, és vasárnap visszahozzák az autót. Jó. Tehát az a lényeg, hogy a pasiknak jogsia legyen. És azért mondom, hogy férfiak még jelentkezhetnek, mert talán egy-két hely még kiadó abból a szempontból, hogy rengeteg nő csapott le erre a játékra, és vannak pasi jelöltek is, de abban picit még el vagyunk maradva abból a szempontból, hogy talán lehet a pasik egy kicsit félénkek, és nem tudják elképzelni, hogy milyen lesz ez a hétvégén. Több a nő, rengeteg nő. Sokkal több a nő. Érdekes. Ugye,
és a pasinak pedig nagyon jó, mert hogy egy pasiként ő öt nőből válogathat majd, és minden nap meghallgat egyet. Úgyhogy pasik, tessék bebizonyítani, hogy nem vagytok nyuszik, valentin@klasszfm.hu. Ez az e-mail címünk, ide fotóval jelentkezzetek a játékra. Ki, tegnap még benn voltunk mind a ketten, éppen átjött egy olyan fotó, ami alatt én kerestem a kikapos menyecske jeligére, várjuk a jelent, komolyan igen. Mondom neked, tehát hogy így konkrétan két könyök, két piros ruha. Igen. Hát piros ruhában egy. Hát én csak így odafigyeltem, a Juli így szólt, van. Hogy nézd igen. Csak, úgy estem le. És már bepárásodott a szemüveg. Egy ilyen sejem hálóinkben. Hallod? A csajci egy ilyen tűzvörös sejem lepedőn fotózta le magát, és ez az ő belépő képe. Nem éreztem a visszafogottságot. Úgyhogy aki részt venne egy ilyen kalandban, jelentkezzen. Jó? Hétfőn már hívjuk a pasit, ő végig megy velünk a héten, és minden nap meghallgatunk majd egy csajcit. Így szerintünk ez izgalmasabb, és pénteken kell a pasinak kiválasztani, hogy kivel megy a randira. Pénteken már érjetek rá, fontos, illetve az egész jövő hétvége az legyen szabad, hiszen ti már pénteken indultak valentínozni, és ott is töltitek a két éjszakát és a három napot ebben a hévízi szállodában. Úgyhogy ez jó kaland, tavaly is jó. Nagyon szerették, tessék jelentkezni, valentin@klasszfm.hu. Jövő héten hétfőn jövünk az első két jelölttel, a pasival és az első csaj jelölttel. Remélem, hogy különböző karakterek lesznek csajokból. Tehát, hogy találunk szendét, mint tavaly, rámenőset. Kanibált. Durvát, kanibált. Talán tavaly a miszked volt olyan, hogy vidd a keddet, ő elkap. Ő biztos, hogy kifacsar téged. Két nappal később érsz majd haza, mert addig pihegsz a szállodában. Jó, úgyhogy szinglipasik, hajrá. Jelentkezzetek. Ti is csajoknak is lehet, abszolút, még aki úgy érzi, hogy vevő lenne egy ilyen kalandra, nyugodtan. Jó, de már nem dölt még el, hogy nem dölt még el. Nem választottuk még, így van. De nagyon sok csaj jelentkezett. Na, azt mondja, hogy hol is tartunk? Igen, amerikai futballbajnokság, ugye Super Bowl döntő van a hétvégén, és mi most már hagyományszerűen minden évben vagy fölébresztjük, vagy nem hagyjuk elaludni azt az embert, aki ott van a Super Bowl döntőjén. És igazából ez Magyarországon nem számít tömegsportnak, de ahogy ő erről beszélt, és amennyire ért hozzá, és amennyire szereti, és amennyire nem tudsz tőle olyat kérdezni, amire ne tudna válaszolni, ezért nagy élmény vele beszélgetni. Igen. Hát plusz érdekes, hogy akik viszont rajongói a sportnak, azok, ők ugyanúgy beszélnek róla. Ők ugyanúgy. Mint emberünk. Tehát egy teljes elvakulás van itthon is. Van, ha egy 100-fős társaságot van, abból egy érti, 99 hülyén néz. Zseniális. De azt az 99 szájtátva hallgatja, hogy miről beszél. Mert Magyarországon az emberek 90%-a nem érti ezt a dolgot. De még és ez egy népünnepély Amerikában, és ez van nekik, és az egész ország ezt imádják. Nézi. Imádják, készülnek, és mindenki a Super Bowl-ra készül. De jó lenne, nekünk is lenne egy ilyen, akár csak egy ilyen sporteseményünk, ami ennyire összekovácsolja. Hát ott van a Liga Kupa döntő. Ugyanaz. Ugyanaz. Majdnem ugyanaz. Illetve egy jó Vasas Fradi. Tudod, hogy ki a nevelő egyesületednek, ne szóljan. Akkor a MTK Nyíregyháza. Azt sem tudom, kik vannak az NB1-ben. Annyira utálom a magyar focit. Azt tudod, hogy ki énekli a himnuszt? Nem, hát már Ricsi elmondja, minden évben ugye nagy fellépők, gigasztárok és hihetetlen nagy adóászok lépnek föl, ugye jelen pillanatban San Francisco. Szennyedős reklám percdíjak, tehát hogy egy másodpercdíjak pontosabban. Igen. Ki énekli a himnuszt? Hát kérlek szépen a kis kedvenced, Lady Gaga. Gaga énekli a himnuszt? Gaga énekli a himnuszt, legalábbis ez volt a hír. Az vagány. Óriási megtiszteltetés ott. Igen. És hát iszonyatos dollármilliós reklámárak, amit te is mondasz, egy másodperc, hogy van beárazva. Tehát nagy dologra készülnek ők újra, úgyhogy már is kapcsoljuk a mi Ricsinket San Franciscóval, aki már itt is van. Faragó Ricsi, jó reggelt, hello! Szervusztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát nekünk ugye reggel. Nálam még este van. Igen, nálam még este van, nálatok már reggel. De most... ti már pénteken vagytok, én még csütörtökön. Tényleg? Hány óra van most ott nálad San Francisco környékén? Tényleg szépen 22:16. Ez nagyon jó. Milyen relatív az idő fogalma, nem? Hogy mi már a péntekben, te még a csütörtökben mégis tudunk beszélni. Na, hát ugye mi minden éve hívunk, és nagyon szeretjük azt a fajta lelkesedést, ahogy te erről beszélsz, és ezt gondolom évről évre egyáltalán nem csökken, sokkal inkább nő. Nagy az őrület már kint?
Persze, nagy az őrület, én pedig nagyon örülök, hogy végre megint az igazi szakértőkkel beszélhetek, akik nyilvánvalóan szezon összesítőzését végignézték. Kérdezz valamit, Ricsi. El tudnák mondani, hogy mire érdemes majd figyelni ezen a mérkőzésen. Igen, csodálatlan, és értetlenséggel fogunk hallgatni. A Panthers-szel, ez ugye Kisújban van. Abszolút, persze. Pendej. Ki játszik kivel, Ricsi? Tehát Denver Broncos, ez egyik csapat, ők nyerték meg az amerikai főcsoportot. Gratulálunk. Két főcsoporton az NFL-en belül, igen. És a nemzeti főcsoport győztese pedig a Carolina Panthers. Ez a csapat még soha nem volt bajnok az NFL-ben, és most megpróbálkozik ezzel a bravúrral. Egyébként az egész alapszakaszban ők voltak a legjobbak. A 16 meccsükből egyetlen egyet veszítettek el, és hát gyakorlatilag azért itt Amerikában őket tartják a nagyobb esélyesnek, de a másik csapatban pedig játszik egy olyan irányító, akit nagyon-nagyon sokan szeretnek, majdnem 40 éves már, Peyton Manningnek hívják, és sokan pedig miatta szorítanak a Denver Broncosnak, amely egyébként kétszeres bajnok, 1997-ben és 98-ban nyerte meg az NFL-t. Hogy történhet az meg az NFL-ben, amit az ember nem gondolná, és ami talán tavaly vagy egy-két éve volt, és óriási balhé, hogy pont egy híres irányító is belekeveredett, csak azt hiszem nem a Manning, hanem valaki más, hogy megbundázták úgy a meccset, hogy kicsit engedtek a labdákon, és a lapos labda az nekik kedvezett, és ezt olvastam, mondom, atyaisten, hát ez ilyen profi szinten hogy történhet meg? És ráadásul a csapat is, az irányító is állítólag benne volt. Itt Tom Brady-ról és a New England Patriots-ról van szó, ez egy tavalyi történet, ami hát még nem akartuk ezzel fáradtam is evidenciákkal. Hát adjad, ezt mindenki tudja. Igen, hát azért nem, én tudom, azért nem mondtad a neveket, mert hát gyakorlatilag ezt mindenki tudja. Csak kicsit dicsérj már meg ezért a kérdésért, hát a kutyafállat, hát valami jót mondjál azért, hát legalább ért tudom, hogy mi történik az NFL-ben, hogy leengedték a labdákat. Fantasztikus, hogy ilyen sztorikat tud. A baj az, hogy ez fizikailag megmagyarázható, tehát gyakorlatilag egy fizikai törvényszerűséggel mindez kiváltható. Ezért is van az, hogy az irányítót ugye eredetileg 4 mérkőzésre eltiltották, de aztán a bíróság fölmentette mondván, hogy az NFL, hát hogy mondjam, bizonyítékokat nem gyártott ellene, tehát megvádolták valamivel, de igazán bizonyítékokat nem tudtak felhozni vele szemben. De hát egyébként sok minden meg tud történni, tehát például ugye ez a bizonyos Denver és Peyton Manning 2 évvel ezelőtt ugyanígy döntős volt, akkor beszélgettünk először, és akkor ők elég csúnyán kikaptak a Seattle-től. Tehát az NFL-ben azt szokták mondani, hogy egy biztos, hogy minden bizonytalan. Tehát minden mérkőzésre azt mondhatjuk, hogy szinte lehetetlen igazából tippelni. Hát mi ezt nem is próbálnánk meg egyébként, mert hogy kevésbé értünk hozzá. Nagy sztárok léptek fel újra, ott lesz Gaga, tényleg Feri azt mondta, hogy ő énekli a himnuszt majd? Azt mondják, hogy Lady Gaga, hát nem tudom, hogy milyen antúgot fog majd fölvenni, mert feltételezem, hogy most ki akar tenni magáért itt valami ruhakölteménnyel. A halftime show, mert ugye ez Amerikában külön esemény, tehát nem csak a mérkőzést nézik, hanem a félidői show műsort is. A Coldplay lesz majd a fő előadója, ez a brit banda, de Beyoncé és Bruno Mars is a hírek szerint ott lesz a showban. Tehát mindketten voltak egyébként már önálló Super Bowl fellépők, most pedig egy kicsit ilyen mixet fognak előadni. Magam is kíváncsian várom, hogy milyen lesz egyébként. Ez az időszak, mármint a félidő, ami gyakorlatilag bizonyos államokban még nézettebb is, mint maga a mérkőzés. Tehát itt a hölgyek. Én magam voltam Amerikában, ezt talán már elmondtam nektek, voltam Amerikában, amikor ilyen Super Bowl partin néztük a mérkőzéseket, és általában az volt, hogy a meccset nézték a férfiak, szépen a foteleket kifogták maguknak, és amikor elkezdődött a szünet, akkor a férfiak fölálltak, elmentek mindenfelé, ugye szükségleteket elvégezni, és leültek a nők, és nézték a halftime show-t. Tehát ezért is lehet mondani, hogy ez egy családi esemény. Amiatt, hogy ugye ez hatalmas reklám egy-egy előadónak, talán értelmes a kérdés, hogy ők, a menedzsment, vagy a kiadók fizetnek ezért, vagy pedig felkérés alapján történnek ezek a meghívások? Hát valószínűleg nagyon komoly pénzeket fizetnek. Hát én azt gondolom, hogy itt az ügynököknek, menedzsereknek elképesztő nagy szerepe van, ugyanis valóban tehát ez a legnézettebb zenei esemény ebben az esztendőben. Gyakorlatilag
a nem sokára következő Oscar-gálát harmadennyien nézik Amerika szerte, tehát el lehet képzelni, hogy mit jelent reklámban, mondjuk nézettségben, lemezeladásban, hogyha valaki föl tud lépni. Ezért is volt meglepő egyébként, hogy egy brit banda nyertem, ez az 50-et. Tehát ez az 50-edik, ez egy különleges esemény, az arany Super Bowl, és elég furcsa, hogy nem egy amerikai zenekart találtak meg. Csak hogy összehasonlítsuk egy-két magyar nézettség adattal egy jó Barosbannal vagy Szulajmánnal. Körülbelül mi az össznézettsége körülbelül? Tehát mennyien? 1-2%-kal többen nézik. Jó, a Szulajmán 1.800.000, érted? 1.800.000 mondjuk, 1.200.000 mondjuk egy Szulajmán, egy Super Bowl döntőt jó, Amerikában körülbelül. Hát figyelj, tavaly 114.4 millióan nézték. Aha. Ugyanaz a szám szinte. És ugye hát az nyilván csak Amerika, tehát még nem tudjuk a... Ez csak az Egyesült Államok, és akkor még nem mondjuk el, hogy Kínából 3 tévétársaság van itt, Japánból 3 tévétársaság van itt, vannak németek, britek, és hát a kis magyar nemzet is képviselteti magát. Hát igen, mert a minőség. Amikor itt társaságban Super Bowl-ról kezdesz beszélni, mennyire vagy magányos egy időt, Ricsi? Mennyire hagynak ott egy svéd asztalnál? Tehát, hogy így arra akarok kiukadni. Amíg az van, addig nem. Peyton Manning átadási statisztikáit, meg passzait, meg elkapásait, meg touchdownjait, nem tudom, elkezded így elemezni, akkor mennyi idő alatt ürül rá az asztalnál? Ugyanaz lett? A jelenség, mint a halftime-ban, hogy kimennek a férfiak és bejönnek a csajok? Igen, tehát ezt akkor szoktam bevetni, amikor látom, hogy elég sok még a kaja, és én minél többet szeretnék enni, és akkor elkezdek erről beszélni, azt veszem észre, hogy szépen lassan úgy mennek el mellőlem, és hát gyakorlatilag ott marad a svéd asztal, ahogy te is mondod. Vagy elkezdek kajával tömni. Igen. Nagyon sokan foglalkoznak vele, hát ti is például, mint mondom. Persze, hát abszolút. De mi inkább azt a fajta lelkesedést szeretjük, ahogy te erről beszélsz. De tényleg nagyon sokan nézik most már, egyre többen lányok, fiúk, mamák, papák, csomó képet küldenek, képzeljétek el, hogy meccsek alatt küldenek a nézők fotókat a gyerekekről, akit beöltöztetnek a kedvenc csapatuk járókájába, tehát egészen hihetetlen, hogy mekkora őrület alakult ki, és éjszaka nézik a meccseket magyarok is, tehát lehet ezen viccelődni, de azért én nagyon komolyan beszélek. Na, jó, azért ez nem komolyan menni, lehet azért itt szórakozni. Figyelj, van még olyan a szabálykönyve, mert erről már talán tavaly beszéltünk, hogy elképesztően bonyolult, és tényleg, aki sok éve nézi, szereti és közvetíti, még annak is van új, de van olyan, amikor még esetleg neked is fel kell ütnöd, hogy valami olyan történik a pályán, amit még hirtelen te sem tudsz értelmezni, és kell egy-két perc, hogy utána nézzél? Vagy tényleg az egész 300 oldala a fejedben van? Nem, de van olyan, amikor a bíróknak is össze kell jönni, van olyan, amikor 3-4 percig összejönnek, és egy kis kupak tanácsot tartanak, hogy tulajdonképpen most akkor ezt így értelmezzük, vagy úgy értelmezzük, sőt, hát ugye egy alapszabálynak minősül, hogy ugye eldobja az irányító a labdát, és azt egy játékosnak el kell kapnia. Elképesztő. Na most az elmúlt két évben hatalmas viták alakultak ki arról, hogy mi a szabályos elkapás. Tehát mindkét lábbal le kell érkezni, folyamatosan egészen a mozdulatsor végéig birtokolnia kell a labdát, mert ha egy picit is megmozdul a labda a kezében, vagy mondjuk földet ér, akkor abban a pillanatban érvénytelen az elkapás. Tehát meglehetősen bonyolult a szabályrendszere, de ez senkit nem akadályoz meg abban, hogy élvezze a játékot. Tehát azért mégiscsak érthető, mert srácok futnak vele, az egyik hatalmas sor, ugye mondjuk úgy a támadófal, az próbálja védeni az irányítót, a másik hatalmas sor, a védőfal, az pedig próbálja a földbe gyalulni hatalmas erővel. Ja, ennyi az egész. Jelen pillanatban ennyit értünk belőle, igen. És akkor így összejönnek az erőátvitelek, hogy egy kis fizikát még egyszer belecsempésztek, és hát ebből jön ki a látványosság, hogy hatalmas 130-140 kilós emberek egymásnak feszülnek. Azt megnézték már, hogy a 2,5 órában mennyi a nettó játék idő, mert én sose fogok megérteni egy olyan sportot, ami a 3 perc állás, 10 másodperc játék. 3 perc állás, 10 másodperc játék, tehát ehhez oda kell születni, hogy ezt szerintem ért. Mennek előre. És de aztán nem igaz, mert én nem születtem ide. Igen, hát vagy kell valamiféle véletöblesztés, tehát én amikor nem tudok aludni, akkor én rákapcsolok, és 2 perc van vidában horkolok, mert hogy embernek nincs türelme ezt kivárni, hogy semmi nem
nem történik, állandóan tanácskoznak, egy villanás és megint 10 perc tanácskozás. Tehát, hogy ez a jövés közvetítés még izgalmas, mert ismétlik a izéket, ugye visszajátszak. A stadionba jössz, és 3 percig azt látod, hogy így a bírók beszélgetnek a fülesen keresztül, hogy mi van. És elindul játék, már ne higgyétek, a stadionban rengeteg látványosság van, tehát hogy más ne mondjak, ott vannak a cheerleaderek. Melyik a cheerleaderek, már így szeretjük a pompom lányokat. Akik ugrálnak, így van. De egyébként a kivetítőkön ugyanúgy lehet látni a lassításokat, tehát hatalmas ilyen eredményjelző táblák és kivetítők vannak, tehát ott is meg lehet nézni az eseményeket. De nem unalmas, higgyétek el. Tehát a hangulata azért, ahogy lobognak az amerikai zászlók, hogy megérkeznek a vadászgépek, tehát az egész tényleg azért arról szól, hogy van nekik egy ilyen, szeretjük, nem szeretjük, az ember azért picit irigy. Nem, hogy van egy olyan sport, és nekik a kosárlabda, vagy a baseball, vagy az amerikai futball, ami azért az egész nemzetet úgy kovácsolja össze, hogy leül 100 millió ember megnézni, valakinek drukkol. Hát ezért ez egy jó dolog. Hát de figyeljetek, most tényleg, tehát a legkevesebb házasságkötés ezen a hétvégén van, mert nincs az a férfi, akit el lehet a tévéről ráncigálni. Teljesen betegek. De hogy milyen őrület, most láttam a tévében, hogy a Denver Broncos, ez egy kolorádói csapat, hogy volt egy, vagyis hát van egy hölgy, meg bemutatták a tévében, aki a 150 kecskéjének Denver színű pulcsit kötött erre a mérkőzésre. Tehát kék-narancsárga pulcsit kötött 150 kecskének. Ez jó, én ezt bírom, szóval hogy ez szerintem tökre kár, hogy nálunk nincs ilyen. Valami, amiért ennyire tudnánk lelkesedni. Van ez a nyomorúságos hát magyar futballfilm, nyáig lincselnek esem. Ez anyám, nyomorúságos, nem mondja már. De tényleg, nem mondd már. Annak is azért megvan a bája, amikor mit érted, a bőded, ami 20 méterről becsavarja, aztán amikor megkérdezik, hogy mégis mi volt a taktika, nem tudom, így jött ki a lép. És látod, hogy lelátogon ül 30 nagyon szomorú, szotyizó ember, tehát ez egy abszolút jó. Jó lábamra jött. De azért ez egy klassz dolog, hogy nekik van ilyen. Igen. Hát és ez az 50. lesz, tehát arany Super Bowl, ugye Kaliforniában rendezik, még nagyobb felhajtás van, tehát ebből a szempontból is ez egy különleges mérkőzés lesz, amit azt gondolom, hogy érdemes lesz megnézni. Ugye vasárnap 22 órától kezdődik már a felvezetés majd a Sport 1-en, van egy amerikai sportmagazinunk, a Trash Talk, annak az extra műsora lesz, és éjféltől jön San Franciscóból, pontosan a Santa Clarából az élő közvetítés, mert ugye San Francisco vonzás körzete kapta meg ezt a Super Bowl-t, és a helyi csapat a 49ers új stadionja a Santa Clarában van. Ma már voltunk ott, mert a csapatokat ott látogattuk meg, ez körülbelül olyan 70 kilométerre van San Franciscótól. Hát abban már a stadion is egy nagy élmény lehet, amikor oda hogy bemegy 60 ezer, 70 ezer, nem tudom hány ezer ember, és ott elkezdenek énekelni, kiabálni. Több mint 70. Atya Isten. Mit hozol nekünk, Ricsi? Nézzük, ami igazán fontos. Mit kapunk? Hát most, hát azt gondolom, hogy ez a hagyomány, a labda és a sisak, az szerintem mehet, nem? Tehát azt gondolom, hogy... Hogyne? Az arany sisak. Én úgy hallottam, hogy akkora sikerrel megy, hogy gyakorlatilag a többi napon nem is nagyon hallgatnak titeket, csak abban az időszakban, amikor Super Bowl-ról beszélünk, nem ez van? Abszolút. De, tehát igazán. A hallgatottsági görbén ez minden évbe kiugrik. Ez egy Himalája ez a mai. Ez abszolút. Abszolút. Jó, hogy akkor hozol nekünk egy sisakot és egy labdát. Nagyon jó, köszönjük sisak szépen. Sisak és labda is, ráadásul ugye ezek most tényleg különlegesek, az aranyszín dominál, ez az egyik. A másik pedig, ami nagyon érdekes, hogy általában a Super Bowl-okat római számmal különböztetik meg, idén viszont egy arab szám, tehát a normál 5 és 0, mert hogy ugye a római szám az egy egyszerű L betű lett volna, amire nem talált az NFL kreatív csapata megfelelő logó ötletet. 2013 áprilisa óta dolgoztak rajta, 73 tervet készítettek, és mindegyikre azt mondták, hogy ez borzasztóan néz ki. Nem tudtak az egyszer elbetűvel mit csinálni, nem tudták, hogy kialakítani a logót. Ládásul ugye az elbetűnek itt Amerikában van egy ilyen kicsit mellékzöngéje, hogy loser, igen. Hát az nem nagyon jön össze a Super Bowl-al, hogy megnyeri a loser. Mennyire másfélek, hogy ők bevallják, hogy nem tudok egy normális megoldást kihozni a sztoriból, nem úgy, mint mi mondjuk a milánói pavillannal kapcsolatban. Tehát, hogy más a mentalitás. Mi megelégettünk a sámán dob. Ott nem ciki elmondani, a gyerekek nem mentünk, nem jött össze, srácok, nem jött össze, nincs jó ötletünk. Jó van, Ricsi, hát nagyon szépen köszönjük neked. Nagyon különleges, tehát 50-es számmal, minden aranymintákkal, úgyhogy
azt gondolom, hogy érdemes lesz játszani veletek. Jó, jó mulatás nektek, Ricsi. Köszönjük szépen. Nézni fogunk. Én is nagyon szépen köszönöm, és akkor bízom benne, hogy a mérkőzés három újabb nézővel gazdagszik. Hát mindenképpen. Már addig nem alszom. Első három percben én ott leszek, és a többi inszomniás is egészen biztos, illetve a sportrajongók. Ricsi, köszi, jó munkát neked, vigyázz magadra. Köszönjük szépen, Faragó Ricsinek. Ciao, hello, hello. Most kezdelek benneteket érteni, hogy milyen, amikor én teniszről beszélek. Ugye? Na, kb. Ez. Ugyanez. Kb. Én mondjuk kicsit imádom, én együtt laktunk, és tényleg hát ezt elmeséltem már minden évben, hogy amikor itt alattam lakott konkrétan, mi egy ház tömben nőttünk föl. És mindig megállítottam, hogy mondjon erről valamit, és mindig elkezdte mondani, és mindig ott hagytam. De minden egyes forduló, amikor újra találkoztunk, megint kérdeztem valamit, és akkor is olyan. És sose vártad meg a liftet, inkább gyalog mentél. 15 évvel ezelőtt is elképesztő lelkesedéssel beszéltem. Ugyanez, amikor te a teniszről beszélsz, mínusz cheerleaderek. Tehát kevesebb izgalom. De annyira jó, annyira jó. Egyébként nem jó, hogy van egy ilyen neki. Azért ez szenzett. Amikor látod a közvetítés, hogy a vadászgépek elhúznak, és azért ez egy klassz dolog. Ez egy klassz dolog. Hétvégén most nálunk mi lesz? Milyen nálunk? Sport? Te milyen, milyen sport lesz, ami jó? Ha valaki biztos. Zalaegerszeg, Debrecen hát, lesz. Hát nem tudom, biztos lesz egy hételei gonfoci. Igen, vagy egy megye. Jó, nekünk is van azért egy labdán kúszásunk, van egy csomó minden sportért. Így van, azt meg ők nem értik. Nyilván azt meg ők nem értik. Hülyék. 7:30 volt pontosan, 2 perce. Jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48 lesz. 1 perc múlva jó reggelt kívánom mindenkinek, egy jó kis tankcsapda. Hát ez az a klasszikus rock'n'roll rugója. Mindig mindenkit felébreszt. Egyébként kell ez is, illetve kellene. Még több szerintem rockzene, mert reggel ezek a jók, ezt mindig megállapítjuk. Hogy erre még az is fölébred, aki nem annyira kedveli rockzenét. Tehát ez felviszi a... Feldobja a vérnyomásodat, igen. Na, azt mondja, hogy trafi van az M3-ason a 215-ös kilométernél Pest felé. Ezt Z küldte nekünk, köszönjük szépen. Úgyhogy vigyázzon mindenki, aki arra megy. Vagy hát legalábbis menjen lassan. Aztán a 4-es főúton mérnek a birodalmiak. Ez Z küldte nekünk. Debrecenből kifelé, valamint Gyarmatom Érika tét felől érkezőket egy civil autóból, ezt Sanya küldte nekünk. 10. kerület, 3. utca, Szőlőhegy, Kéknyelő utca között szintén mi van? Trafi, így van, ez Szafi küldte nekünk. Emlékeztek Szafira? Ó, te! Arra a rajzfilmre? De jó volt. Igen. De jó micsoda volt. Micsoda csaj volt, Szafi. Micsoda csaj volt. Jaj, én kalandoztam az interneten, és megtaláltam egy régi kedvencemet. Belehallgatunk? Persze. Már nagyon sokszor meghallgattuk, de úgy szeretem, és ezt meg akarom nektek mutatni. Már olyan sokszor meghallgattam magamban, és adásban csak talán egyszer, és ez most megint átküldte valamelyik haverom, hogyha rossz kedvem van, hallgassam meg, és nagyon jó kedvem lett tőle. Hát, akkor szép módszeresen csináljuk, akkor nem. Indokolatlan cenzúra, szomszédok. Szevasztok, lányok! Rohanok, el***tem az időt, 11 éves is mondom. Mire jó. Hát ez van. Etus, egy ilyen szépen fejlett nagy lányt, már meg ***lat egy fiú. Miért kérdezel engem? Meg akar ***ni. Még nem beszélt róla. De én nem bánnám. Az új év is, meg a ház is réves. Olyan, mint az egész ország. Itt kérem, szaporodnak, tenyésznek és s***nak. Kit s***nak? Annak idején az operában engem s***tak, de azt a hátam mögött csendesen. Mit csinálunk szilveszterkor? Te mi csinálunk? S***szunk. Olyan fáradtak leszünk, mint most. 9-kor kacintunk és... Na nem mondom. Örülök, hogy segítesz. Szép a fejed a nyáron. Ha akarod, én összecsapunk, akkor terek színvonalat. Odaállítunk egy kedves fiatal kiszolgálat és kínálja. Mi meg rá? Haza vihetem lekedni. Kell egy kis séta a levegőm. Maga meg Marikát úgy, ahogy szokta. Hogy érte ezt nem fogadni? Mert igen. Le***. Igen. Elfogadhatja? Na, ez a kérdés. Én eldöntöttem és elfogadom. De lehet, hogy egy részét jótékony célra adom. Délután itt volt a lovas lány, téged keresett. Az is a hárem tagja. A hárem, miket beszélsz össze-vissza? Ahogy Alma
Mik azzal a fiúval? Oké, én ezzel a lányom. Nagyon jó, imádok. Nem baj. Mindig jobb kellene. Ilyenkor szoktál hazajönni a presszóból, biztos azért nem tudsz. Lehet. Biztos azért nem tudsz. Oké. Ha én zavarlak, akkor felöltözöm és elmegyek. Dehogy is maradj. Akkor se tudnék, ha nem lehet. Magának akkor is hatnékja volt. Pont a Gellért hegy tetején, mínusz 15 fokban. Ez jellemző rám. Mi nem csinálnak ebben újakat? Nagyon szeretném Juditka, ha nem maragudna rám. És ha valamiben segíthetek, ez szóljon maga is, de én minden nap feljövök. És meg... Csak Nóri ember. Én aztán gyűlölöm az erőszakot, de az ilyen rozsomákokat nap hosszabb tudnám. Nem ez a megoldás, de nagyon élvezném. Régebben büszke voltam rá, hogy a***jak egymást a fiúk. Most már nem. Jó, zavaros kis év volt. Alig tudtam benne valamit *****zni. Nem volt más. Lemondtunk minden lapot, és a régi pénzért vettünk egyet-egyet. Azt kiakasztom a lépcsőházba is, mindenki én ezt egyére egyszer meghallgatom, szegény bőbács, hogy összehoztam végén a konklúzió. Nekem ott a minden jobb kedvem lesz, miért nem csinálnak indokolatlan cenzúrát még? Ezek ilyen régi internetes kis összenetek, de olyan jó lenne, ha készülnék újak, ugye ebben van a Dallasos megfelelője, igen. Meg van egy barátok köztös megfelelője, de újak nem készülnek. Milyen kár? Milyen kár? Meg van eredetibe is, ahol nincs kifütyül, vagy vajon miket mondanak? Nem akarod megnézni. Nem, nah, nem semmi, semmit nem, nincs fúrni benne. El... Mert itt egyszer gondolkodtam rá, úsztam, azt nem tudtam összerakni. Húztam az időt, tehát, hogy minden a fúrtak az operába, az ugye nem... Elolvashatja. Igen. És mindenki. Nagyon, nagyon szeretem. Na játszunk egyet, jó? Itt van a játékosunk már is. És ma aki... nem forgatunk rendesen. Ja, na mondjad, most már csak mondja. Csak mondja, ezt leállítjuk. Így van, a kérdés, mit mond Dóra? Visszafelé beszélünk. Ülész ebéret a szív. Hotájálat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mit mondok visszafelé. De vásigyellánk, mi me? Aki válaszol. Én itt vagyok, jó reggelt. Jó reggelt, Timi, hello. Sziasztok, fiúk! Szia, Balázs! Szia, Feri! Szia, Jani! Hello! Hello, Timi! De jó kedved van, ennek örülünk. Timi, mi újság? Hát minden reggel veletek ébredek, ne butáskodjatok, persze, hogy jó kedvem van. De helyes vagy, köszönjük. Merre vagy? A 11. kerületben, itt Budapesten. Budapesten? Hát akkor itt vagy közel hozzánk, a híd másik oldalán. Oldal. Igen. Igen. Mivel igen. Foglalkozol? Hát én egy kisebb irodában vasalgatok, csak most szabadnapot kellett, hogy kivegyek, mivel várom az egyik közművest, hogy fényképezzék az órámat, tudjátok, hogy hivatalos legyen, hogy úgy járjak, mint a nagycsi. Szegény nagycsi. Ő most nagyon kapja. Nagyon kapja. Igen, én nagyon sajnálom. Nagyon sajnálom őt tulajdonképpen. Meg tudom érteni igazából, tehát igen. De ezzel igazából úgy vagyok, hogy én fizetek egy szolgáltatást, ők meg közvetítenek, tehát ennyi. Hallgattad a beszélgetést, Lajcsival? Itt volt nálunk. Igen, végighallgattam az egészet. Természetesen gondolom mindenkinek megvan a saját kis vélemény. Olvastam így a kommenteket is, negatív, pozitív, mind a két oldal elég érdekesen változnak. Hát nem tudom igazából, én annyit látok így a kép alapján, hogy nagyon meggyötört a szegényt ez az egész hercehúrca. Én úgy gondolom, hogy azért vannak nála jóval nagyobb dolgok is, amikkel lehet még igazából foglalkozni. Hát igen, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy lesz-e vádemelés, erről beszéltünk, és hogy mi lesz. Mi lesz az ügyből? Lesz vádemelés, nem lesz. Ejtik a dolgot, kíváncsiak vagyunk. Na figyelj ide, Timi, egyetlen egy szólásmondásod van már csak a péntekieknek. Egy kicsit mindig nehezebb, úgyhogy lehet, hogy háromszor mutatjuk meg azt a szabályt, hoztuk meg. Mert ugye te már nem tudsz választani, és általában a szólásmondás marad mindig péntekre. Tehát lehet, hogy segítünk azzal, hogy a pénteki játékosoknak nem kettőször mutatjuk, még ugye ingyen, vagy hát az nem kerül semmibe, hanem lehet, hogy háromszor. Mert mindenki a szólásmondást hagyja. Akkor így marad a bögrém. Lesz miből a kávézom. Meg lesz a bögre. Hát azért ki kell találnod, hogy a bögre meg legyen. Persze, egyértelmű. Jó, indulhatunk? Persze. Na, figyelj, akkor mutatjuk, jó? Fél perced van, figyelj. Elindult az óra. Klaviot a Iris Molakla.
Malaklak. Molaka. Mola. Molakla, ez a vége. Mutatom Klaviot még egyszer. A Irus molakla. Alkalom szüli a tolvaj? Így van, Illus molakla, ugye ez volt a vége. Szuper! Jó vagy. Nagyon szuper! Illus molakla, így van, alkalom szüli. A tolvaj pedig nem volt nehéz. Na, ügyes vagy. Igen, köszönöm szépen. Egyben, amit bemondhatok, hogyha na. lehet, a munkatársaimat puszilom, a Zsuzsit, a Rózsit, az Icát, a Szerint, Bélát a és a Tündikét. Egy csaj. Egy pasi sok csaj. Így van, hát gondoljátok el, milyen jó dolga van, és kiszolgáljuk nap, mint nap. És ez egy varroda, ugye? Így van. És a srác melyik munkafolyamatot végzi? Hát a fő, szerintem a legfőbb munkafolyamatot. Ő a főnök. Nem, hát ő is, ugyanis szabász. Mindig így van, a varrodából beszélünk valaki, hogy egy palit említ, és mint a 30-40 nőt. Hát gondolj el, hogy más országokban, tehát, hogy ez elismert kultúra. Igen, neki ez jó lehet egy ideig. Azért azt a női csacsogást, röhögést, visítást egész nap hallani, azért az férfiként nem biztos, hogy mindig egyszerű. De közben a csajt meg elkényezteti. Nagyon szeretjük a Bélát. Csókoltatjuk Bélát is, mondd meg neki. Jó? Hát adom neki, de biztos vagyok benne, hogy hallgatja, és most mosolyog. Timi, köszi, ciao. Sziasztok! Hello, hello. 6 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. És most, hölgyeim és uraim! Becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello, drága hallgató, péntek van, hát ez a legjobb hír a mai napon. És állítólag valamikor már sütni fog a nap, hát lehet, hogy ez az ország néhány részén már megtörtént. Itt még egyelőre borongós, szürke idő van, de bízunk benne, hogy hétvégére. Láthatjuk a napot, amit oly régen láttunk már. Ó, ez olyan volt, mint egy dalszöveg. Pont erre gondoltam én is. Szájon csokolatlak. Oly régen láttam már, a pancsoló kislány, nem rossz egyébként. Igen, hát akkor... Oly régen láttuk már, de remélem újra látni fogjuk már. Ez egy dalszöveg volt. Igen. Na jó, csak hogy szétromboljam a romantikát, jó? Eljön, leszel szíves közölni velük, hogy fáradt vagy, és haza akarsz menni. Meg akarom az unokámat. Jaj, ne. Mondta a legjobb. Nincs benne semmi rossz. Jó, ez csak indokolatlan cenzúra. A nevében benne van, indokolatlan. Nem kell igazából cenzúrázni. Így van. Mindenki azt gondol oda, amit csak akar. Na, hogy megdédelgetni, megölelgetni az unokámat. Végre, a végre. Nyilván, mi más. Látta. Minden, mi más beteg állatok. Mire gondoltad? Persze. Jó kis indokolatlan cenzúra. Beírodod a szöveget? Hát ha? Nem, a közlekedési van egyébként ilyen, van egyébként be. Ilyen, hogy valami így hosszú időn keresztül egy cseng a fejedben, vagy pedig hirtelen beugrik valami, és soha nem tudod, hogy hova teszed, vagy hova tennéd azt a szöveg, vagy dalszöveg, vagy olvastad valahol, vagy filmből van az idézet, hogy ki mondta, ki nem. De nekem is volt most egy idézeten gondolkodtam, aztán így beütöttem az internetet, és láttam, hogy nem csak nekem... Nem csak? Nem csak Károly mondta? Hogy elég sokan levédették már azt a szöveget, különböző dalszövegek formájában, miközben nem tőlük származik az idézet alapvetően, tehát hogy így... De az jó. De ha már beleírod, akkor lehet, hogy az sajátnak. Igen. Érősül. Vagy van benne egy helyesírás író, vagy nem tudom. Igen.
Nézzük a közlekedési híreket. Rafi a Bécsi úton a 150-es szám körül Sunyin bebújva a parkoló után. Mérnek-Fehérván az Újcsóri parkolóban a körforgalom előtt Debrecenből kifelé a 4-esen, az M5-ös autópályán a 129-es kilométernél Budapest felé, az M3-oson a 203-as kilométernél a Hajdunálási lehajtónál, Gyarmaton a Tét felől érkezőket, 10. kerületben a Harmat utca Szőlőhegy két nyelű között mérnek, hajóvonták találkozása tilos, a Duna vízállása jelen pillanatban 416 centi, Gyarmaton trafi, a Pápa felé haladókat mérik egy Oktáviával, Rákoshegyen a Baros utca Sugárút kereszteződésben frontális baleset, Jászberényben a Molkutnál szintén mérnek. Azt az ez érzést a hangodban. Figyeltem. Rájöttem 10 év után, hogy tudok rövidíteni. Tehát nem mondom el, hogy M3-as 203-as kilométer, csak fölütöm, hogy trafi, M3-as 203-as kilométer, M5-ös autópálya 129-es kilométer, Gyarmaton, Pápa felé, mindenhol trafi. Jó, a rövidítés jó volt. A lelkesedés? Igen. De hát végül is nem te jársz arra. Hát igen, nem. De mindenki vigyázzon. Na mindenki vigyázzon, aki arra megy. Jó? Egy mondat csak mielőtt Anna jönne, Paracsony, hogy Valentin napi hétvégére vinnénk szingliket. Gyerekek, életetek lehetőséget ne hagyjátok ki. A mai nap van az utolsó, vagy a mai nap az utolsó lehetőség arra, hogy jelentkezzetek. Jövőtől kezdve indul a játékunk, és nem is akármit adunk, mert hogy jövő héten az a pasi, aki adásba kerül majd, és kiválasztja ugye egy vakrandi keretein belül szíve választottját, meghallgathat 5 csajt. Nagyon jó. 5 csaj közül választhatja ki, hogy kit viszel jövő hétvégén Valentin napozni. Ez egy baromi izgalmas dolog, egy jó kaland, és lehet, hogy ilyen nem is lesz többet az életetekben. Erre lehetőség, hogy egy idegen ember autójába beülve összeismerkedtek egy rádióadásban, mire leértek már egy kicsit. Melegedik a hangulat, és 3 napot egy vakrandi, ami ott már nem vakrandi, eltöltesz egy ismeretlen pasival és nővel. Aztán lesz, ami lesz. Hát és ez egy jó kaland. Lesz több, mert összejöttök itt, összeházasodtok, és vége az egész. Igen, hogy gyorsan összeházasodtok éjszaka a termálvízben, és hétfőn pedig vége van. Az sem baj, ha nem történik semmi. Ez a hétvége nem a szexről szól. Ez nem egy erkölcsi fertő. De, két szingli elmegy. Ez csak opció. Elmegy és együtt tölti a Valentin napi hétvégét a mi segítségünkkel. Hévízi, 5 csillagos luxusszálloda, bérautó, 100 000 forintos ajándék. Kétszer ajándék. Kétszer 50. 100-100. Nem, kétszer. 100-100. És mindenféle valentinnapi vacsi, gyertyafényes fürdő. Szóval egy igazán romantikus hétvége. Maga a kalanda jó benne, gyerekek, hogy ki a másik, hogy döntesz, amikor hallod az 5 hangot, aki nyilván az 5 csaj majd jókat akar magáról mesélni, hogy lesz őt valami vigye, belőle. Érte? Nem lesz hát valami ez belőle. Ez tök izgalmas. Nagyon. Szerintem egyszer egy ilyet is ki lehet próbálni, ki kell próbálni, és ez az ég egyet a világon semmi baj nincs. Tulajdonképpen, mert hogy nem, nincs benne az, hogy valaminek kötelezően történnie kell. Ha akarjátok, megtörténik, ha van kémia, lesz valami, nem lesz valami, hétfőn pedig elmondjátok, hogy jól sült el a dolog, és jól éreztétek magatokat, vagy nem jó találkozott a nem jóval, és nem lett semmi. És komolyan, fiatalok vagytok, éljetek, aztán úgyis majd egy picit majd B oldal lesz, meg egy picit majd házasok lesztek 20 évig. Figyelj! Kicsi jó, úgyhogy a csajokból már nagyon sok van. Pasik is jelentkeznek szép számmal, de még lehet jelentkezni. valentin@classfm.hu, ha részt vennétek jövő héten egy romantikus hétvégén, írjátok e-mailt. Hát az is lehet, hogy életetek szerelmét találjátok meg, és egy baromi nagy szerelem lesz a dologból. És együtt maradtok, és onnantól kezdve ez egy csodálatos barátság kezdete. Úgyhogy jelentkezzetek. Csodálatos hogy barátság kezdete. Nem ez már ez volt a Kusturica filmben, nem ez volt. Romantikus regényben kezdtél bele. Nem ez volt. Úgy döntöttél, hogy a második regény egy ilyen romantikus, ilyen, hogy hívják, történet lesz ilyen. Egy csodálatos baráti kapcsolat kezdete. Istenem. Na mondjad, Anna, mi újság? Jó reggelt. Én is jelentkezhetek. Nem, már túl sok a csaj, már nem jelentkezhetek. Sok csaj van, a csajok bátrabbak, ez a durva egyébként. De ez fura egyébként nekem. Én abszolút nem lepődöm meg, ez ma már egy ilyen világ. De furcsa. Mi a furcsa? Mi van a férfiakkal? Hát, mit nincs már az, hogy menjen a pasi, a nő nem ismerkedett, nem kezdeményezett. Gyerekek, a nagy rész már a nők szedik föl a pasikat, nem ez a pasik nem a romantikus, ez nem tetszik. Én a régi világot akarom vissza. Te már megkaptad a te Péteredet a régi világban, üljél. Jó az neked. Nem elég, hogy Budapest közlekedését visszavezetik a 70-es évekbe. Most te is jössz itt a régi világgal, érted? Hát itt mindenki minket állandóan a régi világba akar visszavezetni? Hát nem jó. Hát bringával kell menni, uberezni kell, meg buszsávokat kell csinálni. Jó nem? Van. Na mondd! Na, hát tegnap ugye egy kicsit komolyabb témával jöttem, amit nálam kivert egy picit a biztosítékot, majd mondjátok, hogy mi a véleményetek róla. Tegnap ugye február 4-ét a rákellenes világnapként tartjuk számon, jeles esemény, 2000-ben úgy döntöttek Párizsba egy
rákellenes világkongresszuson, hogy a február 4-ét kinevezik a rákellenes világnapá. Nincs is ezzel semmi probléma, hiszen borzasztó sok embert érint sajnos ez a gyilkos kór a mai világba. És minden évben kiad a rákellenes liga egy új kódexet. Ezt a WHO nevében történik, ugye ők adják ki, egy 12 pontból álló új kódexet adtak ki. Na hát innen indul a történet. Ezen te felhúztad magad? Fölhúztam magam ezen a dolgon, mert én leültem és átolvastam, hogy ugyan mit tart a új európai rákellenes 12 pontos kódex, tehát mit tartam, az milyen pontok? Akartál tenni az egészséget. Igen, igen, és kíváncsi voltam, hogy mi az, amit ugye nagyon sok pénzér emberek egy-egy poszton, akik ott ülnek, egy mégis komoly kutatók és orvoscsoportok, hogy ők mit tartanak fontosnak. Na hát következő, csak így egy párat, hogy na. Első pont, ne dohányozzon. Tegyen a testsúlya elérése érdekében, tehát hogy ideális testsúlyt tartson. Minél kevesebb időt töltsön ülve. Bármilyen alkoholt fogyaszt, ne tartson mértéket. Igen. De most ezzel mi a baj? Mi a baj? Húzott napozás. Igen, ez a közhely szótár 2.0. Tehát alapvető és igazságokat tartalmaz valóban, de ezt leírni 12 pontba, valóban igaz, ezzel nem lehet vitatkozni. Hát ez tény. De hát érted, akkor írjuk le azt is, hogy ne legyünk rákosak. 13. pont. Ne legyünk rákosak. A legveszélyesebb, hogyha rákosak leszünk. Én, 11. pont. Ne együnk azbesztet. Lakudj ne együnk azbesztet. Nagyon veszélyes azbesztet enni. Döbben belőled nagyon jó ilyen szónok lenne. Tehát, hogy először a kis Balázs. Lakóközösséget képviselnéd, aztán a kerületet képviselnéd. Tehát, de hát szoktasson tulajdonképpen ezeket... mindenki, amíg tud. Igen, tudjuk. Köszönjük szépen. Anna, de most... De érted, Balázs, de ott ülnek egész évben. És de mit mondjanak? Megmondom, mit mondjanak. Nincs benne a hidratálás. Nincs benne a D-vitamin. Nem iszunk eleget. Hányszor hangzott eladásba? Nincs benne. Nincs benne a D-vitamin. Nincs benne a stressz. Nincs benne az omega-3. De kérjenek föl engem, kérjenek föl. De most a hidratálás ugyanakkor a közhely, mint hogy mi ne végezzünk ülő munkát, vagy igyon sok folyadékot. Hát a hidegrát. Ezért nem kell kiadni hát ezeket. Mert megvannak az úgynevezett rizikófaktorok. Tehát, igen, dohányzol, van, ha sokat eszel, ha ülő munkát igen. végzel, ha nem sportolsz, veszélyeztetettebb vagy kvázi, igen. mint aki mondjuk nem dohányzik, zabot eszik, fél maratont fut, és rohadtul szenved ettől. De megcsinálja, megígérte. Ha hisznek benne, de majd májusban. Gyerekek, csak ma reggel is kérdeztem, mit eszel Feri? Zabot, almáva, a rohadt életben, hogy tudjál ezt a szart megenni? Kellett neked ilyen hülye ígéreteket tenni, egy presztízsel, a kapuzárási pánikod miatt, hogy félmaradt, úgy szenved, mint a kutya basszus. Sápot be a cset arca, támasztja a fűtőt eset, és zabot eszik. Olyan jól szórakozom. Na, de hát az igazuk van. De mit írjanak le? De mit írjanak le? Hát ettől, szörnyű. Hát én értem, persze, ezt mondom, alapvetően igaz a dolog. Ötös pont, táplálkozon egészségesen. Na. De érted, de ezt de hát kiadni, az a baj, jobban az a baj. Értem én, csak ez mi ez? Az átlag ember ezt nem tudja így. Jaj, ne mondd már Feri, hát nem, a csapból nem, gyönyörű. Kis mert az van, hogy ezek persze közhelyes, meg persze mindig mindenhol ugyanezeket az éreveket, persze mozogjál sokat, meg táplálkozzál egészségesen, ne dohányozzál, meg ne igyen, meg ilyesmi. De vannak, akiknek a számára ezek a dolgok olyan tekintetben újdonságok, hogy ők olyan életmódot folytatnak, hogy igenis le kell jönniük ezekre. Szerinted, ha ezt elolvassa, le fog jönni. A megoldást akarod, tudod, mit szeretnél? Minél többet súlykolják ezeket az alapigazságokat, meg ezeket a közhelyszerű, vagy közhelynek ható dolgokat, akkor annál inkább beépül az embernek, és előbb-utóbb valaki, mert figyelj, most Feri, itt van példaképpen a Feri. Igen. Most hagyjuk ezt a félmaratonos dolgot, meg zabzabálás, de hogy... Egyszerű kapuzárás. Cigaretta. Hány évvel ezelőtt hallotta, vagy hallhatta először a Feri azt, hogy szokjon le a cigarettázásról? 25. Tessék, mikor szokott le? Most. Na de attól, mert elolvast ezt a pontot? Nem attól, de a gondolat érted. Nem először hal. Tehát 25 évvel ezelőtt mondta neki valaki, szokjál már le fiam a dohányzásról, vagy szokjál már le Feri, vagy haver, vagy akármi a dohányzásról. Neki el kellett tennie évtizedeknek ahhoz, hogy meghozza ezt a döntést, és hogy eljusson arra a pontra, hogy tényleg komolyan vegye ezt a történetet, és azt mondja, hogy most már leteszem. Idő kellett neki, de addig mindenében hallotta ezt.
30-szor. Szólt hát igen, anyám, én ezt másra gondolom egy picit, nem ezért fogja letenni előtte szerintem. Motiváció, vagy egy kis tiltással fogja letenni. Tehát itt van egyik pontban, minél kevesebb időt töltsön. Tiltás nem segít annak. Akkor nem úgy értem a tiltást, korlátozod. A munkáltatót például kötelezném arra, hogy biztosítson testmozgást. Ezt a pontot beírja a WHO, hogy 4-es, minél kevesebb időt töltsön ülve. Jó, akkor a következő lépés mi? Tessék kötelezni a munkáltatót. Annak van értelme. Hülyeség. Miért? Mert ez nem így van, mert nem lehet a magyar ember és a te fejedben is az a gondolkodás, hogy akkor kötelezik a munkáltatót, hogy engem mozgasson. Az egész mentalitásunkkal van baj, és a magyar ember mi az, hogy valaki más oldja meg helyettem, valaki akkor kötelezzen, valaki szólítson föl, hogy dolgozzak, valaki oldja meg az életemet, valaki oldja meg a gondjaimat, valaki segítse rajtam. Ez a baj a magyar gondolkodása. Ne a munkáltató oldja meg, hogy te fölálljál 5 percet tornázni, mert akkor nem fogsz fölállni, mert nem érzed magadénak, hogy fölállsz, de unod. Ébredjen föl benned a vágy, hogy te egyébként akarsz tornázni, és edzés, elmész, mert van benned egy tudatos gondolkodás, és elmész dolgozni, és a munka után elmész sportolni. Ne legyen ez, mindig mondják meg nekem, hogy mit csináljak, és akkor a munkáltató adjon lehetőséget. Nem, ott dolgozni jársz, mert nem szórakozni. Menjél utána, fussál a Margit-szigeten, érted? Részigazság? Mondja meg a főnök, mit csináljak, és akkor nem lesz beteg, csak valaki mondja már meg, mit csinálj, mert magyar vagyok. Hülyesség, vállaljuk a saját életünket, a felelősséget, nem akarsz beteg lenni, menjél, azt fussál, zabáljál, zabot, fussál fél maraton. 8 órát, 10 órát ott ülsz, egészen. És nem állhat föl. Nem, vannak munkák, nem, Balázs, ahol nem állhatnak föl. Akkor jó, tessék biztosítani. Jó, de ez most szélsőség, hát de azért a munkájában 90%-ában fölállhat. De én tornáz, tehát én hagyjuk engem, mert én nem dohányzom, nem iszom, én marha egészséges ember vagyok. Nem iszom. Ne, hát te abszolút veszélyeztetett vagy. Te nem iszol, nem dohányzol, és minden esélyed megvan arra, hogy rákos legyél. Igen. Minden esélyed. Te veszélyeztetett vagy. Viszont az vesztett nyalogatok. Tehát, nem azért, mert az vesztett nyalogat, hanem nem azért vagy, hanem mert belül rohadt. Belül rohad el a testre. Tudod, mit nem ír a WHO? Ne rohadjál belül! A WHO egyetlen egy fontos dologról nem beszél, hogy a rák... A lelki. A rák egyértelműen bebizonyították már, hogy pszichoszomatikus eredetű, lelki eredetű. Tehát tessék szembenézni a problémákkal, feldolgozni a veszteséget, a frusztrációt, a haragot, a dühöt, a családtag elvesztését, mert ehetsz te egészségesen, és futhatsz te kilométereket, ha belül valamit nem tettél helyre, nagyobb esélye leszel rákos, mint aki eszik-iszik, jól érzi magát, dínom-dánom, dohányzik, de belül minden rendben van. Így van. Tehát én szerintem ez a felszólítás nem rossz, csak ki kéne azzal egészíteni, hogy ne feledkezzünk meg a ráknál a lelki tényezőről, ugyanis ott indul el szerintem az, hogy valaki rákos lesz, hogy valamit hoz magával, cipel magával. Nyilván vannak szélsőségek, amikor az ember nem tudja megmagyarázni, jól van, egészséges mentálisan is, és mégis beteg lesz, de hogy erről nem beszél. De ez fontos, de emellett ezek fontos dolgok. De én is ezt mondom, Balázs, tehát én nem azt mondom, hogy ez nem fontos. Még? Semmit ne írjon, azért reggel föl kell a nap. Tehát, hogy nekem ezzel az a bajom, de nem tudom, értitek, hogy mit akarok vele mondani. Hát, de hát úszikálhatsz, jogázgathatsz, csinálhatsz, akarod, a rohadsz. Egyébként ha mennyi aztán a munkáltatóknál, érted? Hát kötelezd a munkáltatóknál, úgyis mostanában annyi mindenre kötelezik, érted? Vigyél az oszlopokat, az oszlopokat, mennyi azt szólítsuk fel az országot, 2 millió ember hallgat minket, ebben a pillanatban mindenki álljon föl! Álljatok föl is! Álljunk föl! Kezdjetek el mozogni! Én futottam tegnap, megállok! Ha ezek a dolgok valójában felidegesítenek, és látom, akkor te hidd el, hogy sokkal inkább veszélyeztetettebb vagy, és ehetsz búzafűlevet, és ihatsz répalevet, és mozoghatsz. Tehát nincs rendben valami a lelkedben. De hogy meditálj, ne akard belém beszélni, meg egy fát. Mi a baj? Találd meg a lelki békédet. Ezzel a habitussal. Állandóan zümmögsz itt valamint. Állandóan jössz be, mint egy ilyen kotlós tyúk, és folyamatosan hozod ezeket a híreket, és látom, hogy valójában felhúzod magad. Mi az igazi baj? Elő a formában. Ez az igazi baj. Veszélyeztetettebb vagy, mint aki sokat dohányzik, viszont megvan a lelki békéje. Találd meg a lelki békédet. Fontosabb. A lelki békém megvan, csak amikor azt olvasom hírportálokon, hogy sok pénzért, emberek, ezt a 12 pontos kiadványt, amit alapvető és igaz dolgokat tartalmaz, leírják, és nincs benne ez, amit te mondtál, a stressz, ne, a hidratált feltételezzük, hogy ez mindenkinek alapvető, hát azért mi magunkról azt feltételezzük, de azért ez egy kicsit elitista gondolkodás, hogy mi azt feltételezzük, ezt mindenki tudja. Egyrészt szerintem nem tudja mindenki. Tudja mindenki, tehát a WHO-nak az is a feladat, hogy elmondja olyanoknak, akik nem értik az összefüggéseket, nem tudják, nem annyira iskolázottak, nem tudja, hogy most dohányzik.
szent meggyőződésem, hogy a terhesek, akik dohányoznak, még csak azt se gondolják át, hogy egyébként az árt a magzatnak. Tehát azért az a mi feltételezésünk, hogy azért ezeket mi tudjuk. Hát a WHO-nak nem csak ránk kell gondolni, hanem mindenkire kell gondolni, igen, közhelyszerűen kell ezeket súlykolni. Nem? Tehát, hogy, nem tudom. Szerintem az az ember. Mit írnál? Aki, te mit tudsz mondani? Hát mondom, én ezeket még belevenném, meg én azt gondolom, hogy hidratáljunk, no stress. Hát de tényleg. Elolvasol egy cikket a Kiskegyedbe, és 4 napig izé hőbörög. Nem, biztosítom. No stress, ez a sajtóorgánumokat. Szivárog a vér. De most itt bevérzett a bal dohártyát. Nem. Én nem szoktam egyébként, ilyen híreken valóban föl szoktam magamat húzni, mert hogy nem érzem azt, hogy ezt a kiadványt, értem én, hogy rá kellene, s világnap van, értem én, hogy valamit produkálni kell, hát ez sovány volt. Nem tudjuk igazából, annyira nehéz. Kedves WHO! Menjenek a francba! Semmi! A múltkor a füstölt kolbász, most ez! Most ezt tudod, hogy egyébként most csatlakoztál a trollokhoz, érted? Mert hogy tegnap is ügyeket kaptunk. Hát ezért a pénzért, kedves WHO! Milyen pénzért? Mennyi pénzért? Ki? Hány órában? Igen. Bementetek? Fél óra? Ez igaz. Hát mi születte le minden? A fetériával, ezért a pénzért? Maradjanak! Ezeken a híreken nem tanulsz meg mosolyogni, és amíg valójában, és én tudom, hogy te valójában emögé valóban teszel egyfajta olyan lelki attitűdöt, amint te felhúzod magad, az sokkal jobban megbér meg ez, mint 6 kiló kolbász, meg egy doboz cigaretta. Tehát itt az alap attitűdön változtass, ha nem akarsz megbetegedni. Érted? Te semmi nem húzod föl magad, soha nem az életbe. Nem vagyok hajlandó egy WHO jelentésen idegeskedni. Hát hogy, milyen világ lenne az, ha én egy ilyenen felhúznám? Hát nem, én meg kell ugyan szűrni. Ugyanígy vagyok a FAO-val és a UNICEF-re. Szűrd meg az információt, ne hagyd, hogy minden eljusson a lelkedik. Hát vérteszt fel magad, hát milyen világ lenne? Hát nem vagy már gyerek, hogy így ilyen kiszolgáltatott lényként téged itt minden megsebezzen. Hát meg kell tanulni magunkat megvédeni. Hát. Ne legyünk rákosok. Ennyi. Nem szabad. De nem ő a legveszélyeztetettebb közöttünk? De komolyan nem mondom. Szabad. Abszolút a legveszélyeztetettebb vagy. Mi az igazi gond? Na. Nem mondom el újra, elmondtam ötször, hogy mi az igazi. Bezárt a kedvenc hentesed a lehelem? Nem, egyébként nem szabad semmilyen hírportált olvasni, nem szabad semmit. Szép dolgok kell magasztani. Mit mondok én neked erre, Anna? Tengeri magnézium ellazít. Szedjél biatott magnéziumot, mert ki vannak az idegeid. Tényleg, így van. Ami jó meditáció zenét nyomjatok már nekem. B-komplex. Csinálsz valamiért? Semmit nem csinálsz. Elmész a piacra, idegeskedsz, hazamész, idegeskedsz, cikket olvas, vitatkozom már iradóval? Ó, már nagyon régen. A hentes elbújik, amikor meglát és nem akar kiszolgálni. Nem vagyok itt, tegyétek ki a zárva táblát, mint süsűbe, tudod, hogy záródnak be az ajtók, mindenki menek. Mint a süsűbe, mikor jönnek a katonák. De annában van elég B-komplex. B meg ez, B meg a... Különbséget kell tenni a valóban fontos dolgok között és a kevésbé fontos dolgok között. És a valóban fontos dolgok között húzd fel magad, de ami nem fontos, azt engedd el, engedd át magadon, mert az élet rövid ahhoz, hogy minden ilyen piszlicsári hülyeségen felhúzd magad. Hát tegyél különbséget, válogass, és engedd meg magadnak azt a luxust, hogy nem hagyod magad mindenki által felidegesíteni. Csak egészség, meg pontgyűjtőkártya legyen. Ennyi. Békésebb leszel belül, és nem érint meg annyira a külvilág. Hát melózzál ezen. Mindig levegőt kell venni. Na, ez a baj, hogy szóval szántottam le. Tehát, mondd, akkor egészségesek leszünk, és élünk légzés, sokáig. Jóga légzés. Na, jól van, nem idegeskedek, megfogadom a tanácsotokat. Köszönöm, fiúk, igazán. A beléphettek a WHO-ba, mert olyan értékes tanácsot adtatok nekem, hogy most már ti is beléphetek. Hát a dalunkban benne vagy, teszünk mi a WHO-ra a gyerekek. Ennyi, mi nem foglalkozunk vele. Peti is megírta a szöveget, tökéletesen egyetértünk vele. De lehet, hogy ti voltatok a tanácsadó. Találd meg az okát, a lelkedben ennek a nyomornak. Mocsárnak. Belső gondfagásnak. Nevezd meg. Most már gyere. Gyomláld ki magadból. Gyomláld át kicsi lelkedet. Húzd ki a vadhajtásokat, és menj ki a napfény. Találd meg az okot, hogy miért küszködik a lelked. Köszönöm, igyekszem. Ennek egész hétvégén. Ez pszichoszomatikus
betegségeket hoz magával, ha te egy ilyenen felidegesíted magad, de gyomlált ki lelkedet, és néz boldogan az ég felé. Ezt tudjátok olyan végszónak tényleg, hogy olyan, mint a rendszerváltás idején volt egy olyan szolgáltató. Azt nem, attól még idegesebb leszek. Én is tudok róla mesélni, most nem akarok ebbe bekezdeni. Vesszem bogyó és babolca, rohadjanak meg! Egyé fel egy halászjulit lemez. Napozzunk, cuki, imádom minden, de most nem. Tehát rendszerváltás idején volt egy olyan szolgáltatás, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá. Ez még muszáj elmondani, mert ki kívánkozik, hogy hogyan tárgyaljunk sikeresen, nem tudom, emlékeztek, ilyen oktató kisfilmek voltak. Na, abba volt az, tehát hasonló, mint ezek a pontok, vegye föl a telefont. Első pont, második pont, hallgassa meg a bugó hangot, negyedik pont, tárcsázon. Igen, na hát szóval ezt nem vagy már közös képviselő nálatok, vagy nem viszed ott a... Nem, nem el ilyen posztot, sokkal nem? Magasabb. Hát nem, ezt szerintem te abban kiteljesednél. Igaz, biztos. Szerintem belőled jó közös képviselő lenne. Megnyitom a lakógyűlést, Horvátékhoz valaki kopogjon, mert rájuk térem az ajtót, nem jönnek. Vagy hogy állunk a tagdíja, mi az, hogy nincsenek a rohadt élet. Csinálj valamit, ott kiélheted ezt. Igen. Igen. Nem, nincs hozzá kedvem. Persze. Nincsen, tényleg. Nem, ez több szempontból nem, nincs erre vélem. Nem akarja szétforgácsolni magát. Nincsenek szomszédai azért, mert... Magasabb rendű dolgokra koncentrálok. Mindenki elköltözött, már tudom, nincs kitől beszedni a közös költség. Na, megyek, kiviszem ezt a bűzt a stúdióból, mert a belső rothadás... Tégy lelket a rende, vagy rendet a lelkedben. Gyomlát ki a vadhajtást. Ha valaki most hívna 061-555-00-t, én azt javaslom, hogy pár perccel később telefonálj, leül legyen az első. Igen, várjátok meg, amíg leül, le pedig az iszap. Csak a játékra jelentkezni. Nagyon egyetértek veled. Tegyük be a jó kis dalunkat. Így van. Úgyis ott van a WHO, tegyük be a Polgár Peti dalt. 8:30. Után Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk mi is vissza. Szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Csak slágerek! Klassz FM! Na hát, ha ezt a dalt hallgatod, ettől nem leszel beteg. Így is van. Hát, ez lelazít. Ettől nem leszel beteg. Teszünk mi a VH-hoz. Jó, ennyi. Valami új? Azon gondolkodtam, hogy azt mondtad ugye, hogy az elfogadás fontos, ahogy éljük az életet, ha ezt belülről földolgozzuk, akkor jó. Tehát én, amikor dohányoztam, igen, gyönyörű kolbászok és csülkök között fetrengtem, és nekem ettől se, ugye én ezt szerettem, ezt az állapotot, mindig te is azt mondtad, hogy oké, hogy a Feri dohányzik, de nincs neki ettől ilyen lelkült. Nem zavar. Na most eszem a zabot és átkozódom, akkor most leszek beteg, basszus. Itt ebben van valami. Az önképed és a igen, tehát ugye? Az sokkal jobb akkor, amikor... Így van. Tehát most valamilyen célt kitűztél, most annak megpróbálsz megfelelni, elindultál, zabot teszel, folytsz, le akarsz futni félmaraton. Ezen nincs baj, célok azért kellenek, de hát hosszú ideig azt csináld, ami valóban jó. Nem hazudhatok a testemnek az nem zabot. Nem sokáig. Ha valóban arra vársz, hogy lefogyál, és... magadnak is, a világnak is, de előbb-utóbb rájössz, hogy ez nem jó állap. Nem az a baj, hogy az ember kolbászt teszik, vagy zabot teszik, az a baj, hogy vagy akkor van baj, ha valójában nem azt csinálod, amit valójában csinálnál. Tehát ha tetteid, és a közben az érzetek között van egyfajta különbség. És azért teszed, mert meg akarsz felelni, vagy mert valamit kitűztél, vagy valaki beszólt, hogy ne ezt tegyél, azt tegyél, fogyjál, vagy hízzál. Egyél kolbászt úgy, hogy jól érzed magad, és egyél zabot úgy, hogy jól érezd magad. De ne ezért vagy azért, annak sem értelme. Ez egy önsanyargatás, azt most bizonyítsunk. Ha te valóban fogyni akarsz, és valóban félmaratont futni, az egy jó célkitűzés. De a zab az tévút. Ugye mondd ki, doktor úr, mondja. Én szerintem nem tévút. Hát nem, ezzel nem ártasz magadnak, ha viszel be némi növényorvosot, azért hidd el. Vagy azért 30-40 év után. 30-40 év után ettől nem fogsz elpatkolni, kap a szervezeted egy kis zöldséget, egy kis növényorvosot, nem nagyon ismeri, hogy mi az. Nagyon csodálatos. Még így egy hónap után is. Ilyen még nem találkoztam. Gyümölcs, zöldség, rost, mi az is. De gyümölcsel találkozott, csak más formában. Igen. Tehát, hogy így... Na jó van akkor, jó, hát kicsit vártam a feloldozást, visszatérhessek, de ezt most már megcsinálom úgy. Igen, nem, valaki azt írja, hogy igen, hogy tehát, hogy a
a mások hülyesége miatt mérgelődni, az az önmagunkon állt bosszú. És ez egyébként tényleg így van, nem? Tehát, hogy miért, más hülyeségért miért önmagadon állsz bosszút? Ez egy jó megfogalmazás egyébként. Hogy felolvasod valamit, amint te felidegesítetted magad, hülyeséget, amit ír, és ez jól megbünteted saját magad, hogy akkor most ezen felidegesíted. Hát miért? Hát meg semmi értelme. Szerintem. Nem? Hát akkor Anna bajban van a mérgelődéssel. Nyilván emberek jó, vagyunk, hát minek én is felhúzom magam, tehát senki nem butha a jelen pillanatban, hogy most te mész, vezetsz, bejönnek eléd, mosolyogsz, beállnak eléd, mosolyogsz, följön a főnököd, úgy beszél veled, nem idegesített föl magad, tehát hogy én nem azt mondom, hogy ezt el lehet érni, hát a világ tele van impulzusokkal, folyamatosan kapod, minden nap reagálsz, csak azt kell megtanulni szerintem az embernek, hogy ne csak egyfajta reagáló legyél, érted? Tehát hanem kialakíts egy olyan világnézetet, amiben már túllépsz azon, hogy te mindig mindenre csak reagálsz. Mert az alapember, aki nem tudatos, az történik valami, és arra ő reagál. Ez legyen egy családi dolog, érzelmi dolog, bejönnek eléd a forgalomban, belép valaki eléd a sorba, félrelök, és mindig te reakciót adsz arra, ami veled történik. Érted? Ez az alapattitűd, ez a lelki hozzáállás. Nem köszönnek neked, felhúzod magad, valaki félrelök, ideges leszel, lehoz a WHO egy jelentést, te arra reagálsz. Tehát attitűd az az embernél, hogy soha nem elindítod a cselekvést több magadból, hanem még reagálsz a külvilágra. És ha megtanulod azt, hogy lehet úgy, hogy te már ne csak egy reagáló legyél, hanem felkészüljél arra, ami történik, akkor onnantól kezdve teljesen... Vágtak elém a kereszteződésben, reagáló vagyok, mert elkezdek üvölteni. Igen. Mit csináljak? Hanem folyamatosan hagyod, hogy a külvilág a jelenlegi tudatállapododat, hangulatodat befolyásolja. Jó, de mi a jó út? Bevágnak elém, akkor azt mondod neki, hogy menj csak, tesó. Nem a hülyének kell lenni, meg Baleknak kell lenni. Tehát a kettő között azért nagyon vékony a mesé, de meg lehet találni, hogy most Balek vagy, álljatok belém, persze, fél órája itt állok a hentesnél. Tessék csak jönni, nyugodtan vegye meg azt a fél kiló véres felsállat, nem sértek se. Hagyod, hogy félrelőkének még fekszel a földön, kicsit beléd is rúgnak. Nem, én erről beszélek. De mégis van az út, amit azért úgy meg ki tudsz magadban úgy alakítani, hogy nem hagyod, hogy a külvilág az ilyen szinten hatással legyen rád. És egy sokkal nyugodtabb lelkiállapotot lehet felidézni. Tanulj a vagy előállítani ezzel. Mondod ezt te, persze, a másik pemprögő. Bejössz reggel. Tanulni kell belőle, Balázs nagyon sokszor elmondta, hogy akkor meg kell nézni, hogy mire akar megtanítani téged az élet ezzel. Például azzal, hogy bevág itt az autó előtt. Nyugodj le egy picit, és gondold át. Lehet, hogy csak azt akarja neked üzenni ez az egész szituáció, hogy jó a buli, csak sok itt a köcsög. Mint Gino-nak a Városligeti maja. Jó a buli, csak sok itt a köcsög. Tehát, hogyha van egy kialakított, nagyon stabil állapotod, egy tudatállapod, de stabil. Kívülről úgy látod, igen. Akkor ezekre a dolgokra már ez nem vált ki belőled olyan típusú reakciót, mert megtanulod ezeket elfogadni, átengedni, kezelni, érted? Érted? És fölismered, hogy na most ebben a helyzetben így reagálnék, de nem. De ez meló, hát ez a melózni kell, ez nem így van. Hallod, Anna, neked szólt, én csak kérdeztem, segítettem. Anna, ő már el van veszve. Hát, ő reménytelen. Tényleg reménytelen. Rajta már én nem dolgoznék. Nem engedhetsz el így embereket. Terapeuta lennék, és Anna jönne, mondom, hölgyem, adjuk. Te vagy a nagy föladó, nem lehet. Rajta nincs mit. Nem tudnék már rajta. Ő várja, hogy fölidegesítesse magát. Tehát az annak kicsit az a típusú ember, akinek ez szelep. Tehát valahol ki kell jönnie. Ha máson nem, akkor az idegeskedik, hogy nincs min idegeskedni. Igen, találjuk már valamit, amin tudok idegeskedni. Tehát ez baromi nehéz nyilván, hát emberek vagyunk, hát ez nehéz, fiat, jön. Gyere, hidratáljál, adjak egy pohár vizet, cica. Rohadtul felhúztam magamat a Jani. Te mondod, minden idegeskedsz, ne csináljad már. A Jani is, hát ti ketten, amit a trécseltek reggel, én meghallom, és így csak sziasztok, és megyek is tovább. Nem vagyok hajlandó abba belehallgatni. Jössz haza, megyek haza. És vonultok el, mint két kis mapet egyébként. Ez hihetetlen. Egyébként olyan nem létezik, hogy én ne idegeskedjek valamit. Amit mondta, hogy nem, hát mindig van valami. De egyébként én ezt elengedem, most már rend és béke van a lelkembe. Kihussantak ezek a problémák, semmi, megoldottuk. Olyan szép válaszokat kaptam tőletek, hogy tényleg semmi. Úgy érzed, hogy ez megoldódott? Nagyon, igen, megnyugodtam, tényleg. Nem, azt kell, hogy megértsd. De tényleg, hogy tehát ne legyél hülye. Na, érted. De hát adok belőle. Ez egy újabb, ez oda kerül a falra. Gyerekek, nagy a ez a báj, ne le, el kell kezdenem rendelni. De igen. Tényleg, minél egyszerűbben mondod, annál jobban megérti.
Tehát amit a hallgató is ír, hogy ne hagyd. Így van. Ne nyomd fúr, kretén. Nem jut el a lelkemig egyébként. Tehát nem jut el a lelkemig, nem jut el. Csak egy, mint egy gondolkodó ember, már nincs, ezt végig olvasom, sivatag. És azt érzem, hogy nem helyén való. Van. Akkor adjunk ki 12 pontos kiadványt. Én ezt gondolom róla. És visszatért. És visszatért. Amikor azt hittem, hogy nincs nem, benne több, megint van benne. Ajaj, van ebbe. Mondja valami, még valami szépet neki. Tudod, hogy... mikor? Nem, akkor hogy... adjunk ki, ha valami új dolgot lehet. És ugye visszaért. Hát ezt nem írja le két fontba, ha új dolgot. Ezt tudjuk, nagy igazság, nem kell kiadni. Ha új dologra rájöttünk, a rákkal kapcsolatba, adjuk ki, juttassuk el az emberekhez az információt. Ezt gondolom el. Tényleg, ez, ez az! Bizonyos tényleg, tekintetben hasonló ívásúak vagyunk Annával, de most egy kicsit kezdek neked igazat adni abban, hogy tényleg, te most gondold el, hogy Anna felfekszik a kanapéra, jó, már nincsen ilyen, de alapvetően felfekszik a kanapéra, elmond mindent. Köszönöm, Miki. A doktor úr, oké, összefoglalja, igen, jó, mond egy konklúziót, elmondja neki azokat a dolgokat, igen, és az egész csak arról szólt, hogy Anna egy kicsit ki tudja fújni magát, és kezdi az egészet megint előről. És azt mondja, hogy Anna, ezért kell megnyugodni, el kell ereszteni ezeket a... Ne legyetek! Jó, de hozzák azt a 12-ből, és ott ült másfél órán keresztül, és hallgat. Ez a baj, Anna, hogy... el, ez így bennem maradt még, hogyha új dolgot írnak le, akkor tessék, az emberek tudnára adni. Te egy ösztönlény vagy. Az. Egy nagyon egyszerűen működő, tessék, egy rettenetesen egyszerű ösztönlény. Az, ösztönlény vagyok, bizonyos szempontból, igen. Nem tudod megszűrni az információt. De gondolkodó lény vagyok, és ezt fog a sírba tenni, mert gondolkodom. Nem, te túl gondolod már, nem. Mond, de kicsit túl. De. Nem. Minden. Mi az igazság, amit kimondtam? Miért nem igazság, hogy emberek ezt nagyon-nagyon sok pénzért adták ki? Nem fogadom el. Igaz, de nem mondd már ezt, de... mert most én húzom fel ezen rajta. Ez annyira egy sztereotíp, hülyeség, ez a sok pénzért adták ki. Hagyjuk már ezt. Mindenki jön a másik közünkbe. Honnan tudod, hogy mennyi pénzért? Megőrülök ettől a baromságtól. Azért a pénzért, amit ezek mennyit kapnak? Na, honnan? Kitől hallottad? Tudja. A másodikon mondtam már is. Én tudom. Hát nem tudom, mennyit kapnak, de szerinted ingyen ülnek ott, biztos. De biztos, hogy jó sokat kapnak érte, jó kevés munkáért. Igen, képzeld el. Léci, ne állj már a trollok közé. Én megmutatom, drága hallgatók, a hármasugrás. Értitek már, hogy nekem se könnyű? Értitek, drága hallgatók? Értitek? Te butha, te megvilágosul. A felborult libáskosárra, az izébe, a zabotevővel, aki futni akar, mert kapuzárása van, a kicsi, aki izébe megy, kuponokat gyűjt. Milyen jó, szerencsére te itt vagy, és megoldod. A fő libáskosár, érted, aki már veszekszik a híradó, hát itt csoda, hogy én ilyen épkézláb maradtam. Hát hogy lehet ilyen egészséges? Épkézláb és tökéletes maradt. Komolyan mondom, gyerekek. Egyetlen ember szerint ez pedig te vagy. Szerencsé, hogy én egy fáklyaként működöm itt nektek, hogy égek és adok egy kicsit nektek. Köszönjük. Nélkülem, gyerekek, ti már. Jó, valószínű, hogy magatokra gyújtottátok. Ahol te vagy, ott a bulit egy parti fákja. Én vagyok az éjszakában. Na, megmutatjuk, mi a hármasugrás. Figyeljen mindenki. Ez a beugró a hármasugráshoz. Ki? Ráj. A betyárját neki. Na, ez nagyon jó. Meg várjuk a kérdéseket, mert hogy a legőszintébb kérdések, a legőszintébb válaszokat várhatjátok majd. Ma is, mert ugye péntek van, úgyhogy írjatok nekünk 0-76-45-00-00 az SMS. Így van. Igen, kérdés-válasz óra jön, úgyhogy nyugodtan jöhetnek a kérdések. Jó? Ha pedig valaki pipa, akkor most megint segítünk az országon. Vegyetek példát Annáról, és küldjétek el nekünk, írjátok ki magatokból a mondat, kezdődjön úgy, hogy pipa vagyok, mert. Jó? Legyen ez egy ilyen feszültséget leadó péntek, jó? Anna után szabadon, pipa vagyok, mert ezt kell csak leírni. Jó? Adjátok, és ahogy leírjátok, nézzétek meg, hogy jobb lesz. Kivéve annak, hiába hőzöngött itt fél órát, semmi se lett jobb. Egyébként, küldjetek el, pipa vagyok, mert ezt kell elküldeni, és nézzétek meg, hogy jobb lesz. Jó? Illetve jöjjenek a kérdések, válaszok, mert ahogy Jani is mondta, erre felelünk majd. Ákos híre után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, 14 perccel, péntek van, szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a hét utolsó munkanapján, és mindjárt közlekedéssel folytatjuk, de előtte mondjuk, hogy ugye az utolsó 15-20 percet kérdésekre és válaszokra szenteljük, úgyhogy ha van kérdés, akkor nyugodtan lehet nekünk küldeni, és ez lehet bár
bármivel kapcsolatos. Tényleg, abszolút. Egészen nyugodtan, magatokkal, az életetekkel, párkapcsolattal. Mi azért szeretjük ezt, a hallgatók is nagyon szeretik, ez egy ilyen interaktív 20 perc, általában mi azért témákkal foglalkozunk, és hallgatói reagálásokkal az adott témára, de hát azok ugye csak reagálások egy-egy témára. Most viszont ebben az utolsó 20 percben lehet bármihez hozzászólni, bármit kérdezni egészen nyugodtan, ha szeretnétek. Így van, nyugodtan kérdezzetek rá például a WHO legújabb 12 pontos kiállapotára. Megölöm magam. Állapotára. Még egyszer bejön, megölöm magam. Mert figyelem, az ember sarkába föl ne pattanjon, ne elindul. Isten, igen, inkább elköszönök az ajtót, és keresztbe fekszik előtt. Bármit megteszek, csak ezt még egyszer ne. Na, azt mondja, hogy nézzük, mit jön a hallgatóink. Trafi Ercsiben a 6-os út bevezetőjén Dunaújváros felől. Vigyázzon mindenki. Az Andor utca 23-as szám előtt egész héten üzembiztosan kiunatkozik a rendőrbácsi a Yetiben. De azért mérés a sebességet. Kis Joe küldte nekünk. Istenhegyi elején lézersóv van, vigyázzatok, nem lehet látni, ott is mindenki menjen lassan. Trafi az M3-ason Nyíregyháza felé 105-ös kilométernél a Magyar Benzinkútnál, Petya küldte nekünk, valamint a 4-es főúton is Püspökladány után a Karcak felé haladókat szintén mérik, ezt Erik küldte. Kunhegyesnél halálos gázolás történt, ja Istenem, ja de jó, nem komoly annyira, elütöttem egy fácánt, áldozat a csomagtartóban. Jó, de finom leves lesz a poly. Istenem, hát Istenem. Ha nem volt túl nagy a sebesség? Hát mert lapos leves. Annak idején megmondom őszintén, hogy édesapám vadászott egyszer-kétszer így. Az ifával. Ez illen. Ez illen. És sokszor nagyon szilánkos lett. Túl gyors volt a választott igen, sebesség. Igen. Hát tényleg, hát akkor a csontja az szilánkos tudik. És de ez így van. Így van. Neki volt. Igen, ő a fegyvertartási engedélyt azt úgy hívta, hogy jogosít. De lehet, nyúlra, hát nyúlra néha, szól, tehát kisvadra, nyúlra és fácára igen, szól. Néha bekanyarodott ugye erdei utakra, és akkor hogy megriadt állatok. De a szegények, fényszóróval beszél. Volt egy dudát, ezzel kicserkelte őket, és utána egy padlógázzal elindult a hajtás után, és nem kegyelmezett az öreg. Lukácsházán van egy trafink, valamint Sarkad belterületén is, és a 214-esnél és a 204-es kilométernél mérnek. Ez mind a kettő az M3-ason van Pest irányában. Ezt Kása küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ugye volt egy kérdés még, Anna után szabadon lehetett egy picit feszültséget leadni, hogy ki min húzza fel magát. Pipa vagyok, mert itthon dolgozom, és nem tudok kimenni nyaralni, de ha kimegyek dolgozni, haza kellene jönnöm nyaralni. Érdekes. Hogy? Felvetés egyébként. Pipa vagyok, mert a gluténmentes pogácsa ehetetlen. Szép napot nektek. Azt mondja, hogy azért vagyok pipa, mert a sok luxusautós nem ismeri az ikonokat, és a ködlámpát nyomja be a tompított helyet, ezt Gombi küldte nekünk. Igen. Nem feltétlenül a luxusautósokra igaz. Ők más csinál, ők inkább nem indexelnek meg. Igen, meg, náluk meg, ez egy típus hiba, hogy, igen, hogy rokkant helyre állnak, de a ködlámpát felnyomó az általában kis és közép kategóriájú autókon van, idősebb sofőrökkel, a fényes nappal délben a körúton simán ködlámpával megy, mert meg kellett azt is nyomni, mert még reggel volt köd, nem? Ez inkább hát rájuk elemző. Próbálkozott, hogy melyik lehet a hifi. Igen. Pipa vagyok, mert a pasim 4 napja teljesen hülye, és nem csúszik, mászik előttem a bocsánatomért. Na de jön még kutyára, teherautó írja valunk. Nekünk valaki. Pipa vagyok, mert soha nem jutok Békés Csabára a kitelepülésekkel. Ezen szeretnék idén változtatni, van, ezt igen. Megbeszéltük, hogy ezen változtatunk. Gyerekek, úgy, én végig Békés megye mellett voltam, bármikor indultunk kitelepülésre, itt hallgatottsági, ezen. Vagy hallgathatósági dolgok miatt, ugye, hogy nem szólottad, de szól, úgyhogy megyünk. Megyünk, ezt megbeszéltük. Hogy... Illetve, hogy Békés Csaba vagy Gyula az egyelőre még nincsen eldöntve, mert mind a kettő. Mert én inkább Gyula párti vagyok, nem azért, mert Békés Csabát nem szeretem, de Gyulát jobban. Aha, jó, van, akkor te majd ott fogsz lenni, mi pedig Békés Csabán, ahol kettő között nincs. Laknak. Figyelj, Gyulán tudom, hogy van nagyon jó cukrát. Majd átállsz oda, és akkor Békés Csabán meg. Így van, mi ott vagyunk, és telefonon néha fölhívunk, hogy mi a helyzet Gyulán. A megye központ, érted, nagyobb a város. Aha. Többen vannak, ennyi. Na igen, szóval Gyulára, Békés Csabára kellene menni szerintem tavasszal. Vagy Gyulára. Jó. Jó. Na, azt mondja, hogy nézzük akkor a kérdés-válasz, hogy mit írnak a hallgatóink, illetve mit kérdeznek. Feri, van egy jó kolbász recepted? Ez nagyon fontos. Csaba kérdezi. Van, minden. Férjének Békés megyeinek van jó kolbász receptje, úgyhogy, ja, hogy kéred is. Igen. Kéri is? De a régi Feritől, tehát a régi, nem a, mert a mostanitól ugye most nem zabot nem teszek be. Fél kiló zabot. 10 kiló kolbász, hús, nagyon fontos az arány, egy 30-70-et jó, ha betartasz, tehát 70% hús, 30% szalonna kell hozzá, hogy igazán jó legyen. Egyes profik leviszik 60-40-re az arányát is ennek a történetnek. Ehhez 10 kilóhoz kell 20 deka
piros paprika, várjál csak, hogy is van, 20 deka só. Nehogy fordítva van, mi lesz belőle. Nem, az mindegy. Az ott mindegy, hogy mennyi, mert ez ugyanannyi a hogy hívják, köményt tegyél bele még, és fokhagymát. 20 éves pályafutásom alatt sose tudtam megfejteni egyébként, hogy a rádió műsorokban miért mondanak műsorvezetők recepteket. Uh-huh. Tehát ez a 3-4-11-kor elmondja a műsorvezető. Ha kérdezte egy... a hallgató. Nem, te akarnak. Jön a műsorvezető, hallgatsz egy rádiót, nem tudom, hogy nálunk mondanak-e, nem a műsorvezetőinket. Elképzel, mondjuk hallgatod a Juventus, és valami más slágeret, bárminket, és elkezdi mondani a műsorvezető, hogy akkor tegye bele egy csipetnyi köményt, egy csipetnyi sót, pici major annál te 10 dek a lisztet, keveri hozzá 4 kanál tejfölt, vegyél 1/2 kg krumplit, 3 dek a vöröshagymát, pucold meg, 4 fej fokhagyma, engedd föl a levével, csinálj egy jó rántást. Hogy ezt ki fogja a rádió hallgatás közben lejegyzeszelni, megcsinálni, látod, megfőzni? Látod a szemed előtt, ahogy a házi asszony ül az autóba, és egy rúzsal írja föl az időre. És mondja a műsorvezető, hogy akkor most mondok egy receptet. Hú, de jó, hallgatom én is délután, és azt mondod, hogy ki az Isten csinálja ezt? Leírni nem tudod. Felírni nem tudod, rádiót hallgatsz, valószínűleg valamit csinálsz, mert hogy háttérrádiónak hallgatod. Nem tudod lejegyzetelni, se megfőzni, se megjegyezni, sőt, még bánod is, hogy de jó recept, de jó lenne megjegyezni. De nem tudod. Hát nem tudsz tollal a rádió mellett is jegyzetelsz, hogy most elmondta a receptet. Utána rákeresel? Igen, utána megnézed a honlapján a rádiónak, hát ha fölteszik. Ahogy mi föltesszük a Facebookra a pénteki receptet. És ki 4-4,5 percig mondja az összetevőket, az elkészítést, neki csorog a nyál a szádba, hogy de jól hangzik, de a büdös életben nem tud megcsinálni, nem? Mert nem tud megjegyezni. Nem? Vissza tudjuk mondani, amit a Feri mondott? Igen, 20 dek a piros paprika, 15 só, 10 dek a fokhagyma. Én arra emlékszem, hogy a profik levisznek valamit valahova. Levisznek? Igen, hogy leviszik a profik, akár... A hízét, a 20%-ot leviszi, hogy zsírosabb legyen. De 20 dek a piros paprika, 15 dek a só, 10 dek a fokhagyma, 2 dek a kömény. Kömény. Ez a Békés Csabai, a Gyulaiba például már tesznek borsot. Jó? Tehát tehetnéd Gyulán borsos kolbát, de nem fogsz, mert nem eszel. Na, aha, világos. Ja, most bejebb. Tehát 20, 15, 10, 2. Nagyon jó. Jegyzeteljetek, jó, ha megcsináljátok. 15, 10, 2. Anna, nem bátod meg, hogy Gyulinak saját rovata lett vele, meg picit szemtelnek vagytok? Hát dehogy nem. Hallottátok, hát hogy mennyire. Ez féltékeny. Azért vannak ezek a nagy lelki kiroldások. Valamikor így találkoznak négy a folyoson össze, és verekednek, tépik egymás haját. Múltkor úgy kellett szétszedni. Engedd már el, Gyuli, ne csinál. Anna, ne, hát felnőttek ne, vagytok, ne verekedjetek már. Ne rúgjad már! Hát, neves pincel, mit csinálsz? Csajok, ez egy munkahely. Na, hát, kutya, bátokat. Viselkedjetek már. Nincs ilyen Annában egyébként, abszolút. Nem. Abszolút nem. Anna is elég sokszor megszólal. Más attitűdöt képviselnek, de ez ettől jó, mert mindenki egy színfoltot hozna. Azért az én világnézetemmel elég unalmas rádióműsort lehetne csinálni. De hát egyfajtát. Magnézium, nem idegeskedünk. 4 órán keresztül ómot hallgatnánk, elég unalmas lenne. Igen, Jani, indulsz az Eli Challenge-en? Kérdezi egy hallgató. Persze. Mindig a kérdésed. Szoktam. Hát amikor csak tehetem menni dolgokat, egy nagyon kellemes kis verseny. Hát a kellemes szó az így azért nem, tehát azért nem azért mész, hogy jó, kellemesen érezd. Jó. Hát egy ilyen akadályfutó versenyről van ugye szó. Nagyon jó buli, mert tök jól dagonyáztok, másztok. Igen, két olyan dolgot is, amit én nagyon szeretek. Ugye a kalandparkoknak a világát, a futóversenyek világával, és ezt mindezt kint a természetben. Mert a kellemes, hát, a csakuziban ülni. Szeretem a legjobban. Tehát a kellemes, a csakuziban ülni, koktéllal a kezedben. A futni az erdőben, a sárban és mászni a kötelek alatt, az kihívás, de az kellemes. Megváltozna a véleményed, hogyha látnád azt a kis csapatot, amit a Hooters lányok alkotnak évről évre, akkor azért érted? Nézzük, nem szoktam figyelni a szintidőt, hogyha le kell maradnom, hát lemaradom. Vállalom. Igen. Na, kérdezi egy hallgató, aki az összeesküvés elméletek után akar egy picit tudakozni. Most, hogy ugye lettek változások a Klassz FM körül, nem egészen értem, hogy mire gondol. Hogy vélekedtek az MTI által szolgáltatott hírekről, azok valóságtartalmáról, amit nálatok is fél óránként be kell olvasni? Hát vannak olyan fórumok, ahol egyébként MTI híreket kell olvasni, hát ez pont nem az a fórum. Tehát, hogy itt nincsenek MTI hírek, vagy hát legalábbis nem kötelezően előírt MTI hírek. Vannak fórumok, ahol azért ugye megy a tudattágítás, és azért minden hasonló éreket olvasnak be, lásd a közszolgálatot, de hogy nálunk nincsenek ilyen. A változások pedig jelen pillanatban nincsenek változások. Hát, azt nem is értem. Tehát amire gondol a hallgató, azt most nem nagyon értem. Tehát sem tulajdonosban, sem frekvenciában, jelen pillanatban nincsenek változások. Igen. Hát. Úgyhogy nálunk nincsenek ilyen típusú hírek.
pláne nem az MT-től. Ahogy egyébként ezt nálunk is mindig sokszor mondják, hogy mi a témákat is így vagy úgy választjuk. Tehát, hogy... Most választunk, ami bennünket érdekel, foglalkoztat meg az ország nagyobb részét. Így szerintem. Van. Tehát soha nem szól le senki, soha nem kér semmire, soha nem tiltanak, vagy javasolnak, vagy adnak, vagy kérnek, hogy mi bármit csináljunk, vagy ne csináljunk. Azért ez egy nagyon szabadon szerkesztett műsor, hál' Isten. És azt hiszem, hogy mi ezt addig is tudnánk csinálni, még ez így maradna. De hogy erre semmilyen presszió és utalás és kérés nem volt, és nem is hiszem, hogy tudnánk ebben a szellemben dolgozni, mert nem azért foglalkozunk, bár hát vannak nyilván meggyőződéses hallgatóink, akik egy-egy téma mögött azt feltételezik, hogy mi ezért vagy azért foglalkozunk vele, de hát nyilván azért foglalkozunk tanárkérdéssel, nem? Például, mert ez bennünket érdekel, foglalkoztat, gyermekeink vannak, és hát ott van a közvélemény tematizálja a témát, ott van, beszélnek, erről beszél az ország, hát ezekről kell foglalkozni, vagy kell foglalkozni. Ne úgy képzeljétek el minket, mint annak idején a TASZ hírügynökségnek az újságíróit, hogy áll valaki mellettük egy kalasnyikóval, és odaszorítja a halántékukhoz a fegyvert, hogy ezt kell beolvasnod, hogy ilyen nincs. Ilyen nincs. Már csak azért se lehet ez, amikor azt mondod, hogy egy témát azért hozunk be, mert erről nekünk beszélnünk kell, ha megfigyeled, kedves hallgató, akkor mi általában különböző véleményen vagyunk egy témáról. Tehát ha behozunk egy témát, akkor ha parancsra tennénk, akkor mindannyian ugyanazt mondanánk, hogy már pedig ez zöld. Érted? De ehelyett az van, hogy én mondjuk azt mondom, hogy fehér, te fekete, te meg zöld. Igen, és igen, sok oldalt képviselünk egyébként, igen. Nem tudunk egy álláspontot képviselni. Viszont az előbb én konkrétan ebből látszik, hogy rettenetesen kész vagyok a tegnapi forgatás óta, mert hogy én a Fighter Szaláról beszéltem, és nem az Elite Challenge-ről. Semmi baj, kérdezett, amit a hallgató, és másra válaszoltál. Nincs ezzel baj. Igaz, rövidebb lett volna az a válasz. Nem, azon nem indulok. Ahhoz nem vagyok elég tökös. Ez hol esetlen neked, hogy rossz kérdésre válaszoltál? Vagy rosszul válaszoltál kérdésed, de SMS-ben tett valaki? Nem írták meg, most esett le a tantusz. Hogy rosszul válaszoltam. Ja, igen. Én a Fighter Szeránról beszéltem. Az Elite Challenge az sokkal tökösebb srácoknak való, mint amilyen én vagyok. Igen. Az én számomat letiltottátok? Kérdezi egy hallgató, nem tiltottuk le. Balázs, tudod, hogy kidobta fel a YouTube-ra a Tahó videóidat? Igen, Jani. A János, amikor kirúgták az épizódot. Tudom, persze, hogy ne, igen, abszolút. Illetve személy szerint nyilván nem, de tudom, hogy történt maga a dolog, és hogy kerültek fel ezek a videók az internetre. Hát ez egy jó régi történet. Ezeket gyűjtötték technikusok az HBO-ban kazettán, ami Baki videóinkat, vagy hát ők úgy hívták, hogy Baki kazetta, és ott mindenféle félre sikerült, adásban nem került, ugye, ismerjük a tartalmát, hogy akkor időben egyfajta nézőkön való kísérletezés zajlott, és ennek a mellékterméke, hogy fent van az interneten. És az akkori technikus vagy technikusokat kirúgták. Változás történt a csatornán belül, és ők ezt a kazettát megtartották, és azt mondták, hogy hát akkor ez a bosszú. De ezzel rajt, ezzel veled cseszed ki meg azokkal. Az nekik akkor mindegy volt igazából, csak hogy magával a televízióval szúrjanak ki. Tényleg tudtál azóta beszélni a sráccal, hogy találkoztál vele? Mert tudjátok, aki feldobta. Nem tudom, három-négy technikus volt. Igen, azt mondtam, hogy azt tudom, személy szerint nem tudom, azt mondtam, hogy technikusok dobták föl. De nem tudom, hogy személy szerint melyik, mert három-négy technikus dolgozott. Azért csak így brahiból a helyébe, vagy egyáltalán, hogy egy picit így vagy pontot tegyek ennek a sztorinak a végén. Én azért az ő helyében megkeresnélek téged, és legalább annyit mondanék, hogy fél, bocs. De nem, ez sem feltétlenül, tehát nekem nem azt ebből nem azt a konzekvenciát kellett levonnom, hogy milyen szemét, aki ezt megcsinálta, hanem ott adott ponton nekem azon kellett gondolkoznom, hogy akarok-e így tévézni, és ezt az utat folytatni, vagy komolyan veszem, elkezdem megtanulni, és valahova eljutok vele. Tehát, hogy bennem sosem volt ilyen, hogy hú, de elkapnám, vagy rohadjon meg, vagy ő tehet róla engem, ez másfajta gondolkodásra sarkalt. Tehát, hogy én nem is haragszom rá igazából, lehet, hogy nekem ez a pofon akkor, vagy ez a helyzet, hogy ezek felkerültek, és ez kiderült, kellett ahhoz, hogy ne kerüljek a sülyeztőbe, és ne az legyen, hogy egy őrjöngő 20 éves, aki azt élvezi, hogy ott van a kamerával, hogy ugyanazt csinálnám. Nem, hogy 40 évesen megállót vezetnék valahol, és őrjöngenék, hogy 16 évesekhez oda mehetnék a játszótérre, és küldjük egy klipet, de most előtte jól kapjuk el a lányokat. Érted? Hanem ez kellett ahhoz, hogy jöjjön egy olyan pont, tehát, hogy semmi nem történik véletlenül, nem az embert kell hibáztatni szerintem. Nyilván aljas volt, megérdemeltem, vagy megérdemeltem. De nem érdemelted meg, és nem téged akarlak védeni. Az azokat a videókat fenn se tudja, hogy nem érdemeltem meg. Szóval. Figyelj, én azt tudom. Én lehet, hogy úgy gondolom, hogy talán kicsit igen. Bár csak egy videót bánok a 30 közül. Azért az is tanulságos. Filipnek 4, Lilunak 6, Zsunak 8, nekem 32. Hát, valakinek elő kellett járni. Hú, de szép, tudod. Nekem volt a legtöbb linkem, de hogy
tényleg őt kell okoljuk ezért, hogy feltette, vagy kitette, vagy azzal kell gondolkodni, hogy mit csináljunk máshogy, hogy ne szülessenek mondjuk 10 év múlva hasonló videók, mert szerintem inkább így kell gondolkodni, nem úgy, hogy rohadjon meg, hogy feltette, megtanított valamire. Igen, de attól, hogy nem születnek ilyen videók, attól még ezek a dolgok ugyanígy benne vannak a pakliban, ugyanúgy megtörténnek különböző emberekkel, csak tőlük nem látnak ilyen videókat az emberek. Tehát álságos lenne azt gondolni, hogy az összes többi televíziós meg rádiós szent, és egyébként két megszólás között, vagy két felvétel között nem csinálnak ugyanilyen jellegű dolgokat. Hát ilyet talán nem azért, amit én csináltam. Káromkodni, azért... igen, de én azért csináltam más is, tehát azért oda menni az a kislányhoz ilyen szinten, és ugye hát azt eljátszom, amit eljátszottam, azért azt nem hiszem, hogy nem tudom, az Urák Csaba, vagy a Kárász Robi, vagy Tatár Csilla, vagy bárki megcsinálta azért. Tehát az, hogy elrontottam egy komfort, és káromkodtam, vagy ronda szavakat mondom, én egyébként az összes közül azt az egyet sajnálom. Tehát, hogy amikor én meghallottam, hogy ezek a videók fent vannak az interneten, én még nagy mennyel mondtam, hogy gyerekeket nincs ezzel baj. Tehát, hogy az ember káromkodik, hülyeségeket beszél, és megmutat magából olyat, amit azért sok ember csinál. Amikor mondták, hogy megvan ez a gyulai eset is, és ez is fönn van az interneten, akkor azért úgy fülemet, farkamat behúztam. Ja, ezért végig is Csaba, és nem Gyula. Igen, tulajdonképpen ezért. Nem megyek Gyulára. Ezért úszik el a Gyula kirelepülés. Tehát akkor azt gondoltam, de nézd, szóval, hogy minden egyes döntés az ember életében akkor lesz igazán fontos, ha kiderül. Nekem ez életem végig volt. Tehát olvasol egy cikket velem kapcsolatban, még ha pozitív is, valaki belinkeli. Igen, ez pozitív ez a cikk, akkor nézzétek meg Balázsat a hó. Ja, tehát, hogy ez az összes kommentben ott van, de hogy ez egy olyan, se jóvá tenni, se megváltoztatni nem tudod. Igen, igazán. Jó fej, igen, szimpatikus, akkor ezt tész be. Ez az igazi Balázs. Igen, valaki úgy, hogy 17 éves voltam, vagy 18, tehát nyilván persze, a többit nem igazán, bánom. De hogy kitette föl, hát ebből az ügyből igazából szerintem nem is ez a lényeg. Neked ott hogy nem volt egy linket se azért, hogy... Mert egy rendes ember. Rohadjál meg kicsit, hogy neked semmi nem volt ott. Volt neked. Valahogy nem egy másik kazettán nem voltál. Neki csak külön... én láttam belőled 30-at. De volt ott egy pár, igen. Szóval azt mondja, technikus volt, válaszolva a hallgatói kérdése. Azt mondja, hogy... nézzük még, milyen kérdések vannak. Kolbász receptet azt mondtuk. Oké. Feri, valójában, ezt mindig megkérdezik tőled, hogy valójában leszoktál-e vagy nem, de szerintem igen, azóta sem gyújtottál rá, igen. Hát leszokni soha nem fogok, ugye azt szokták mondani, nem dohányzom jelen pillanatban, minden nap gondolok rá, ezért ne gyújtson rá senki, mert egyszerűen, ugye most már 4 hónapja tettem le a cigit, 4 hónapja nem szívom, szeptember 20, de minden napomban benne van. És még ma is azt kell, tehát így meg kell pofoznom egy kicsit magam, hogy ne menjék ki, és ne gyújts rá egy szál cigire, és ez valószínűleg így lesz egészen addig, amíg nem leszek újra dohányos, A, B, meg nem halok. Tehát tőlem is, tőlük is állandóan ezt kérdezik. A Janit ézét csesztetem, hogy adj már egy szál cigire. Ja, nem úgy, nem, tőlem, figyelj, tőlem valaki, de nem megy meg, tényleg leszokott, nem, amikor meglátta a kopasz, hogy szörnyen ez egész műsor miatt van, rádió műsor, hogy olyan történjen már valami. Volt olyan, hogy adás után összevesztetek, a műsort le kellett adni, de tovább is tartott a vita. Mi volt a leghosszabb? Hát régebben többet veszekedtünk, mostában nem, vagy öregszünk, vagy már jobban elviseljük egymást. Régen azért voltak viták, de olyan, ami több napig tartott, olyan nem. Szájúzogatások, sértődések, beszólogatások voltak, de nem tartott sokáig. Meg Ferivel már belefáradtunk Balázs színfalak mögötti őrjöngéseibe, és most már csak így ülünk. Pont az őrjöngéseibe. Bújtunk kettőt, jó van, majd mégiscsak. Elfárad, igen. Előbb-utóbb úgyis megunom, igen. Munkán kívül is szoktatok együtt töltetni időt? Kérdezi Vera, vagy a párjaitok szoktak egymásra találkozni? Hát nagyon nem. Nem. Nagyon mind a kettőre nem leges a válasz. Nem. Mondom, én János telefonját csak a harmadikra veszem föl, mert akkor érzem, hogy igazán fontos. Nem, János? Én meg igen, már nem is hívlak. Tehát csak esemes hívzáltalán. Először hív, holnap elmondja. Másodszor hív. Hát, ha még egyszer hív, felveszem. Ha harmadszorra hív, akkor fel is veszlek. Igen. És az esetek 90%-ában ez azért történik, mert véletlenül rákünyököl. Nem tudatosan hívásig. Nem, de hát ahogy mit vagyunk itt együtt, arra gondolok, hogy ha nem vagy bajban, nem raboltak el, és meg vagy, és jó vagy, akkor majd elmondod holnap. Ha már 2-3-szor csöröksz, akkor már lehet, hogy valami cikk megjelent, kiment, félreértették az adást, ügykezelni kell, akkor már általában felvesznek, mert akkor már lehet, hogy baj van. Ó, Istenem, azt mondja, hogy Balázsban önkritikát gyakoroltál, nagyot nőttél a szememben, írja nekünk valaki. Nem gyakoroltam önkritikát egyébként. Nem is nőttél nagyot a szemében. Oké, na jó van.
Hogy van a pupot, kérdezi még valaki utoljára, Feri? Ma megyek kötözésre, ma megtudjuk. Szerdán kivették, bevarták, leragasztották, és... És ma átköt, és aztán majd kiszedik, gondolom, a varatot. De igen. És hát sajnos nem tudtunk szembenézni egymással. Mert erről beszéltünk. Mert még nem fejlődött ki a szeme. Hát van azért. Nem volt még szeme. Igen, az Instára azért egy fotót felrakhattunk volna. Igen. Na, a Gyertek át szombatesét kérdezitek többé, hogy lesz-e olyannyira, hogy Jánossal tegnap forgattunk. Igen, és nagyon-nagyon jó kis adásokat vettünk fel. Reméljük, hogy lesz, mert én nagyon szeretem azt a műsort, nagyon jó benne vendégeskedni. Hogy reméljük, hogy lesz? Már ott voltál, felvettük persze, hogy lesz, vagy azt mondtad, hogy reméljük, hogy lesz. Hát, mondtuk ott olyanokat, nem biztos. Ja. Nem tudom, hogy tudsz valamit, ami nem tudok, nem. Nagyon jó adásokat vettük fel, reméljük, hogy lesz. Elég nem, csak úgy felvettük magunknak. Sűrű lett a műsor. Amikor tényleg hazafelé ültem a taxival, azon gondolkodtam, hogy mit vágassak ki belőle, mert hogy azért jól sikerült felvétel volt. Én nagyon szeretem azt a műsort, mert a kevés igazán őszinte műsorok közé tartozik. Tehát, hogy azt ígéri, vagy azt állítja magáról, hogy ez olyan, mintha egy házi buliba pillanthatná bele, és az is. Nincs nagyon kegyelem senki számára. Nincs. Tehát itt mindenki megy. Nagyon durván megy az adókapok, igen. Feri, te nem szeretnél szerepelni? Kérdezi Máté ebben. De én nagyon szívesen, én mindig nekem azt érzem, hogy... Nekem te a fejemben hogy... egy ilyen örök TV2-s vagy. És valószínűleg nem csak a te fejedben, igen, hanem az RTL-nél másnál is, amit nem nagyon értek, mert műk, nem tudom mikor. De most tehát is voltál hogy... ott valamit este ott főzögettél egy bevásárlóközpontban. Hát az volt egy fél éve. Körülbelül. Főzögettél ott valami Spárba vagy Lidlbe valamit csináltál. De nem én főzögettem, hanem mások, tök mindegy, előtte 5 évig nem voltam benne, de jó van ez így. Én, nekem a tévé az mindig egy ajándék volt. Ha van, akkor én örülök neki, de én nem hívom fel a Kolosit, hogy Péter, most pont nem vagyok, nem tudom befúrni magam a farmba vagy a nem tudom hova. Hát szóval, hogy ez nekem nem egy ilyen dolog. Én mindig nagyon örülök, ha van valami. Már és ezúttal is jeleznéd, hogy várod. Hát nyilván azért mondtam el, hogy ne kelljen fölhívni. Tehát most nem vagy egyébként semmi? Nem vagy semmi? Én nem voltam soha szerződésbe, én nem járok be, Timiékkel nem ülök le kávézni, vagy aki illetékes ott most. Ki tudja, hogy ott most éppen. Tehát annyi mindent hall az ember a TV2-ről, hogy most nem tudom. Semmi ilyesmi. Ez... Uh-huh. Na jó, hát akkor gondolkodsz. Én szeretem nagyon a dolgot csinálni, de nem mentem soha oda se, meg ide se, hogy jaj, akkor úristen, legyen már. De akkor nincs TV2 szerződés. Nekem nem volt soha, csak műsorra, tehát át olyan, mint mondjuk a Tillának, vagy a Klaunak, hogy ők állandóra vannak, nekem olyan nem volt. Ha volt valami meló, akkor azzal megbíztak. Amikor attól, mert eljönnél egyszer hozzánk, attól utána még itt 3 hónap múlva ugyanúgy lehetnél a TV2-n. Bocsánat, a celeb vagyok be, én szerepeltem. Te benne voltál a celeb vagyok be, így van. Igen. Micsod, gyönyörű. Nézd is. Szeretnél. Behoztál egy borítékot, igen. Ilyen villanásnyi volt. Az egyik a boríték, a másik meg amikor a Janit vittük be beteg, vagy téged, nem? Nem, a Janit bejöttük Ordágyon. Igen. De gyönyörű volt, Isten. Na jó van, hát akkor gondolkozunk. Gondolkozunk benned is. Jól van. Oké, na, itt van egy játékosunk, a mai utolsó játékosunk, mert hogy hármasugrást játszunk bele, ha minden igaz. Igen, játszunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok! Hello, Szilvia! Jaj, de jó hallani titeket! Hello, úton vagy éppen? Igen, megyek dolgozni. Hova mész, mit dolgozol? Én házi ápolónő vagyok, és itt vagyok a Szent István térnél. Házi ápolónő, ez azt jelenti, hogy egy valakihez jársz állandóan? Hát 3 valakihez járok állandóan. Több kliensem van, akihez járok minden nap. Aha, akkor időszakosan vagy ott valakinél valamennyit, és aztán mész tovább. Uh-huh. Igen. Tehát ez egy nagyon szép hivatás. Nagy elhivatottság kell hozzá. Hát igen. Ugye, mert az, akit az ember szeret, ápolja persze, de hát számodra idegen embereket azért az mindig egy nehezebb dolog. Hát azért az egy nagyon hát igen, nagyon igen, idő után már ugye családtagok szinte. Hát hogyne. Persze. Milyen a kérdések, Jani? Nagyon jó. Fingod nincs. Nem, észrevettem az SMS-formát, nagyon jó kérdés, amit nekem tettek fel, hogy lennék-e esetleg, ha felkérne Andy Vajna, ahogy felkérne arra, hogy lenne a Sugar Daddy, női ruhákba kellene járnom, elvállalnám. Természetesen el. Én minden kívást szeretem. Na figyelj, várj, nézem a kérdéseket. Azt mondja, hogy csak lapozzunk kell nagyon sokat. Mehetünk? Mehetünk, igen. Milyen állat az idejös Punxsutawney Phil? Milyen állat ő? Azt hiszem mormota. Így van, egy mormota.
Milyen cuki kis mormota. Azt hiszem tavaly megharapta a polgármesternek a fülét, miközben népszerűsködött. Az menő. Menjünk tovább? Igen. Ki mondogatja egy Petőfi versben, ej, ráérünk arra még. Hát ez milyen kérdéssor ez? Hát ez mire érünk rá? Nem mire, hanem valaki mondta ezt. Valaki ezt mindig mondja. Igen. Az ő nevével is szokták ezt a jelenséget fémjelezni. Hogy olyan... Na, én megadnám, szerintem már elkezdte. Belekezdtél. Péntek van. Megadjuk. Patopál urat mondtál egyébként? Igen, csak Pátó mondtam hirtelen, de Pató. Pátó, Lókó, Pákó, Fekete Pákó, Patopál. Minden volt, minden volt. Jó, mi legyen? Szerintem megállok, ha nehéz a harmadik. Ezt én is így ebben a formában javasoltam volna, hogy lehet, hogy jobb, ha megállsz. Jó, akkor inkább megállok. Jó, így megvan a biztos ajándékcsomag. Hát a bögre nincs benne, de van minden más. Jó, pasztart, nyakba pasztó. Sapka, minden lesz benne. Jó, puszi. Jó, köszönöm. Hello. Ciao, ciao, puszi. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Elég elcseszettől indult a napon, aztán annak kiugrolása után rájöttem, hogy szerencsés vagyok. Ott hagytam a melót, és már a harmadik sörömet kortyolom. Igazad van. Köszi, Morning Show. Na jól van, drága férfi társaink és hölgyek, még mindig lehet jelentkezni Valentin napi játékunkra. Egy hosszú, romantikus valentinnapi hétvégére. Valakivel, akinek péntekig csak a hangját hallod, de pénteken találkozol vele, beültök egy autóba, és mentek Hévízre, egy ötcsillagos szállodába romantikázni, autót adunk, nyereményt adunk, ékszerformájában, szállodát, fogyasztással, valentinnapi vacsival. És kalandot! Hát gyertes, ez mekkora dolog. És kalandot! Valóban így van. Azért ezt kevesen engedhetik meg maguknak. Aki szingli, ebbe szerintem vágjon bele. Küldeni kell egy jelentkezést, elérhetőséget és fotót. Ugye? Ez az, ami nagyon így fontos. Van, igen. Igen. És lehet egy tökéletes hétvégétek. Igen, erről beszéltünk tavaly, hogyha nem lennénk mi is családosak, akkor azt tesszük, nem be is vállalnám. Nem? Persze. Nincs veszteni való. Ja, de nem való. Együtt. Ja. Igen. Nézzük, kiszáll be a kocsit. Jaj, nincs. Hú, de hosszú lesz ez az út. Igen, csak álljunk meg gyorsan. Egyszerűen csak a hátsó ülésről. Nuki van itt, Feri? Hozta menni valót. Egy az első kúton álljunk meg, én kiszállni. De szép lenne. Na, Valentin Kukac, klasszfm.hu. Jó? A hölgyek meg vannak dicsérve. Úgy látszik, sokkal kalandvágyobbak. Rengeteg csaj jelentkezett, már pasik, tessék belehúzni. Jöhetnek a jelentkezések, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Gyerekek, komolyan mondom, azért a rádiós műsorvezetők életesek, hogy higgyétek el, hogy Anna tényleg bejött a szünetbe, és még mindig ezzel a nyomorúságos, rohadmányos WHO jelentéssel zsibbasz, hogy mennyire igaz, és ez mennyire közhelyszerű. Eddig nem volt gondolom a WHO-val, de most már kezdek bepipulni rájuk. Ami nagyobb csalódás, hogy a feleségem is mellé állt, és ketten tolják, és én meg már itt ilyen zanzásítva, kifolyt szemgolyóval ülök, de látom már ti is azért megzsibbantatok azért ettől, és nézem a kijáratot, hogy tudnék menekülni, érted? És ők tolják tiszta erőből egy nyomorúságos WHO jelentést két órá. Értitek, drága hallgatók, hogy hát azért van itt baj. Zavarja ők. Engem csak az vigasztal, hogyha én hazamegyek, se az Anna, se a Viki nem lesz ott. Lehet, hogy ezt hallgatod, estig. Én is nálatok alszom, rohadt életben. Ez így folytatódik. Gyere hát, mi csak zabálunk és döglünk. Ti csak zabáltok és bujálkodtok, de egy meleg tálleves biztos lesz ott nekem is. Jaj, nagyon sok kérdés még egyébként családról, gyerekvállalásról, hűségről. Figyeljetek, előbb küldjétek, tudjátok, ez a robot van, ezt már 8:30-kor elküldhetitek, 8:45-kor, ugye meghalljátok, hogy megy a robot, elkezdünk kérdésekre válaszolni, és akkor 35-40 körül elkülditek, az nem jó, nyugodtan, tényleg. Pénteken egész nap, mert jöttek nagyon jó kérdések, komolyak is. És mi azokat is szeretjük, ami nem velünk kapcsolatos, sőt, azt leginkább. De hogy tényleg ezeket előbb küldjétek. Jó, és akkor meg tudjuk válaszolni jobban, átláthatóban. Érkeznek akkor az SMS-ek. Így van, de nagyon gyorsan. Én egyébként lányt szerettem volna, hallgatok Linkin Parkot, és a Straight Edge Hardcore arcokat is nagyon bírom. Na. Ja, hogy kell megválaszolni három kérdést? Három kérdést nagyon gyorsan. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Kora reggel felhívtuk Faragó Ricsit. Igazából mi abszolút bevalljuk, hogy nem értünk az amerikai futballhoz. Sőt, tök hülyék vagyunk, de imádjuk, hogy Ricsi átszellemülve mesél nekünk erről, ugyanis az 50. Super Bowl-t rendezik ugye Amerikában, Magyarországon is nagyon szeretik ezt a sportot, nekik is szerettünk volna kedveskedni egy kicsit, és hát meghallgatni a mi drága Ricsinket, aki éppen San Francisco környékén van valahol 32 fokban szikrázó napsütésben, nézi az 50. Super Bowl-t, és elmondott
sok-sok érdekességet. Plusz hát a mérhetetlen tudásbázisunkból azért mi is adtunk, ugye, egy kicsit neki. Megcsillantottuk, hogy halvány fogalmunk sincs, még csak arról sem, hogy ki játszik, de hát ez sokszor ez a műsor, ugye ettől jó, hogy nem mindig arról beszélünk, ami minket érdekel. Szóval Ricsinek teret adtunk, rajta pedig, ha megnyomsz egy gombot, akkor... Csak mondja, hogy hallgatjuk, magyar szavak, csak az értelmüket nem nagyon ismerjük. Tisztel, mint egy évértékelő beszél. Igen, Ricsivel beszélgettünk, aranyos volt Ricsi, nagyon kedveljük őt, valamint Anna behozott, ugye hát szerintem, úristen, Mike a best of-ban. Nem, hát ez van benne. Bevágta saját magát a best of-ba. Jézusisten, betette saját magát a best of-ba. Nem volt elég. Én vágom a best of-ot, én vágom, és ez fontos faktor. Nem hiszem, hogy rohadmányos kézivezérlésem vagyunk. Nem akartam ezt osztani. Hogy a rohadt életben, hogy ezt nem láttam időben. De már háromszor hallottuk ma Anna. Ennyire kávézzel, igyál egy jó kompromisszumot. Ez jó, gyere Feri, csinálok neked, így jól lát. Nem hiszem el. Hogy elment az idő, már hívnunk kell a naphallgatóját. Nehogy csúszson a reklámblokk, szerintem hagyjuk ki most a best-of. A kutya fáját. Szóval Anna felhúzta magát korán reggel, hogy a WHO szerinte kiadott egy teljesen értelmetlen jelentést, amiben akár egyébként még lehet is igazság, mert nyilván valóban közhelyeket tartalmaz az a jelentés, de próbáltuk Annát meggyőzni, hogy nem szabad mindenen felidegesíteni magad. Annát nem lehetett. Ő beindult, begőzölt és ránk zúdította a nyomorát. Mi pedig sajnos meg kellett, hogy hallgassuk. Úgyhogy most ti is hallgassátok meg újra! Kaptam! Most nektek is legyen. Írjátok minket akkor ezt! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Szaty írja, hát tényleg bevágta magát a best of-ba, beszalok. De jó vagy, Szaty. Nem volt elég, 8-tól megkapott 9.50-kor is. Így van, ez a beszéd. Csabi, hello, jó reggel. Szabad megszólalni? Hogyne, hogyne, mi viselj. Itt áll az Anna, én csak félve menek bármit is, nehogy aztán felidegesítse magát. Nem, ennél jobban nem. Hívjuk a naphallgatóját gyorsan, aztán mondjuk még, hogy mi Feri receptje, és aztán elmegyünk. Ti pihennél dolgozni? Hát Istenem, kérlek, mi jó? Érted? Pihen? Pihen, Everest. Hol pihenni? Morning Show. Ó, de na. Szeretem, ha... Ez nagyon durva. Nagyon durva. Az tényleg? Hello, hogy hívnak? Hello, Edina vagyok. Edina, hello, azt írtad nekünk. Engem az dühít, hogy a nap legjobb pillanatai rovat közben mindig elkezdek reménykedni, hogy én leszek a naphallgatója, aztán rájövök, hogy nem küldtem SMS-t. És ezt most végre elküldted, és azonnal te lettél a naphallgatója. Látod, Edina? Igen, ezt kellett volna írnom már korábban, lehet. Régóta szerettél volna az lenni? Mert többször beszéltünk telefonon, de sose én lettem a naphallgatója. Úgyhogy igen. Igen? Na, hát akkor most már ez is. Ez is vagy, látod? Szuper, nagyon örülök neki. Én sem hiszem, mindjárt fogadjunk, csörögnek a telefonok itthon, hogy úristen, én lettem a naphallgatója. Igen, írnak az ajándékcsomag kunyerálók. Adjál belőle pontosan, ezt. Igen. Pontosan ez lesz. Küldjük neked, jó? Köszönjük, hogy minket hallgat. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok. Ciao. Szia. Hello. Mi a recept? Egy új alapanyaggal ismerkedhetünk meg mindannyian, akik még ezt nem tettük. Ez dél-amerikai, de a világon egyébként mindent elterjedt, olyannyira, hogy Magyarországon is ásotthalom környékén elkezdték termeszteni. Kakaó? Kokain? Még egy kábetű sem mondjatok, hát ha benne van, ez az édes burgonya, azaz a batáta, aminek nincs köze a krumplihoz, de csak gyorsan sorolom, hogy mi van benne. C, B2, B6 és E vitamin rengeteg, kálium, réz, mangán, zsír és koleszterinmentes, és cukorbetegek is ehetik. Tehát, hogy egyébként egy marhára hasznos növény. És aki mindezt leszarjanak, elmondom, hogy nagyon jó íze van. És ráadásul, igen, jó az íze is. Nem mondom, hogy olcsó, tehát nem fogja kiváltani a hagyományos krumplit, meg nem is arra való, mert hogy egészen más az ízvilága. Én ebből csináltam egy ilyen húsos, édesburgonyás egy tálat. Tehát nincs vele semmi. Beledobálok belső többé, és meg vagy, igen. Nagyon finom. Hús, és tényleg hozzá, nagyon jó. Bármilyen hússal lehet? Hát ezt én marhával csináltam meg egy kis zöld korianderrel, csak hogy legyen benne valami, amire azt mondjuk, hogy és azt meg onnan az Istenből. Zseni. Olyan, mint sütőt, hogy találkozna a sima burgonyával. Pontosan, igen. Igen, tényleg nagyon jó. Nagyon jó. Kevesen ismerik, ennek mondom, az egyik oka az, hogy a kilónkénti ár az 800 forint, de én azt gondolom, hogy egyszer kipróbálod, aztán eldöntöd. A sima krumpli közé keveritek a hiperben, és azt hiszitek, és basszus, azt hiszitek, hogy viccel. Azt hiszitek, hogy megcsinálja arról, elképzelem. Micsoda. Igen, egy nagy batát, az körülbelül egy kilós, és akkor ezt körberakod kis krumplival, akkor ki tudod hozni. Hát, ezt
Megnézzük. Ez jól hangzik, lehet, hogy hétvégén megcsináljuk. Ez egy tálasz jó. Fotót. Jó. Néha szoktam arról, amit csinálok. Mostanában főzök, te zabot veszel, szerintem mi agycserén voltunk, vagy nem tudom. Egy varázsló kicserélt a személyiséged. Én hétvégén brassóit csinálok, te zabot veszel. És sportolsz. Akkor találkozunk a Böller Fesztiválomban. Igen. Na, Csabikám, mondj valami jót. Hm? Viszont a még egy kör farsang ma van, csak mondom. Még egy kör farsang? Képzeljétek el, nekem semmi közöm nincs a Star Warshoz, de megjelenítjük a színpadon. Csak ennyit mondok. Melyik szín? Vagy most, ja, ez a zenekar? Még egy kör, az a zenekar, és ma van a farsangi bulink. Azt a kutya, te Csubakkal leszel. Megjárját. Úgy könnyű lenne énekelni, igen. Olyat kell választani, aminek nincs értelemszerűen maszkja, tehát lehet benne énekelni, úgyhogy leszek valami. Luke. Például. Az legyél lehet, Lea. Az milyen jó ötlet, egy ilyen... Két kakaós csigával. Na de hozok nektek egy csajt, akinek pontosan olyan haja van, mint a Technotronic Pump Up the Jam énekesnőjének, emlékeztek arra a klipre. Fleur Eastnek hívják, nagyon régen a második X-Faktorban indult Angliában, aztán 8 évet eltöltött egy sikertelen lányzenekarban, és most megjelent az első szólólemeze, és erről meghallgatjuk a Sax című dalt. Meghallgatjuk. Jó lesz, tetszeni fog. Jó van. Csabitól kérjetek dalt, 555-55-00, mindenkinek szép hétvégét. Hétfő 6 órakor jövünk. Szevasztok! Hello! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.